Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 12 perccel, a hét utolsó előtti munkanapján. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri! Hello! Egyelőre kettecskén. Meséljek. Nem tudom, hogy mi a helyzet. Voltam a szerkesztőségi szobánkban, mert ledobtam a cuccomat, és ott se láttam János. Kérlek szépen, mi együtt kávéztunk reggel. A mai felháborodásának mondjuk oka van, mert megitták tegnap a kávénkat. És délután valaki kimerítette a kávékészletet. Komolyan? Igen, a mi gépünkkel főzött kávét, és nincs. Friss kávé. Nem, nincs kávé. De most ő elment és vesz kávét. Azt nem tudom, hogy hova tudsz elindulni. Ugyanúgy, akkor nem baj. Én is azt gondolom, nem azért mondtam el, hogy mentsem a helyzetét. Aztán, szép, értem, tök jó, iszunk egy százacskát, dobjod. Így van, korábban. Persze. Köszönjük, a kávé finom, ezt dobja egy százacskát, majd ha visszajött egy gyorsan. Az volt, hogy itt parádézott hosszú perceken keresztül, elmondta ezt a sztorit, és én így mondani is akartam neki, hogy figyelj, ha akarsz menni kávéra, akkor indulj el, mert késés lesz belőle. Ő nagyon szépen elmesélte ezt nekem, meg az Annának, hogy gyerekek már megint nincs kávé, és hogy rohadjon el, akinél kifogyott, hogy miért nem hozott, de ő most elmegy. És én még így mondani is akartam neki, hogy te, Jani, szerintem igyekezz, mert nem érsz vissza. De hát most, és most elment, és hát most ki vagyok én, hogy szóljak neki, hogy késni fog. Érezted, jól érezted. Hát, egyébként tényleg rohadékság, hogy megisszák a kávénkat. Én nem vagyok kávé éri, de ilyen nagy kilót vettem most egy másfél hete. Gyerekek, úgy, hogy el, hogy pillanatok alatt. Ennyi kávét nem iszunk. Hát most minden nap mindenki iszik egy darab kávét. Nem iszunk. Én nem, tényleg nem vagyok kávéri, de hogy lepattaltának a kávénkról. Hello, Anna! Jó reggelt! Én most el is fogom zárni. Tehát, hogyha hozza a Jani a kávét, új helyet fogok találni a szobában, mert tudom is, hogy hol. Hát nem mondom meg. Ja, hogy a kávét. Hát tényleg. Nem tudom, hogy zárod el. Hát a gépbe beletöltöd. Ők megiszek a gépből, majd a Jani bejön másnap, és rátölti. Tehát ez az elzárással, Anna, ez annyira nem fejtettél még semmit. Hát annyit töltök bele, mennyit mi megiszunk. De tehát, hogy... Na de hogy számolod azt? Nem töltöm tele a tartályt, mert az a helyzet, hogy mindig gyönyörűen megpakoljuk. Nem fogom megpakolni. Mi tudjuk, hogy hol a kávé, tehát hogyha kiírja azt az üzenetet, hogy kéri még a kis babkávét, akkor majd beletöltök. Akkor mi töltünk bele keveset? Hogy két presszót le tudjuk. Jó, ez tetszik. Aha, nekem ez tetszik. Ez tetszik. Vettél? Nem, srácok, nincsen. Nincs nem, volt, nem volt őrült, volt, azt nem akartam velük, nem fogy el, meg egy picit láttam volna a jövőt egy kicsit. Jaj, egy picit mellé. Persze, ez nagyon kemény, csak kilót pattintsál már bele, légy gyorsan. Meg kellett kávéznom, lehet, hogy nincsen kilom, de bele fogom tenni. Féldig én becsületes vagyok. Tök jó fej, hogy hoztál volna a kávét nekünk, nekem nagyon kemény, nem élek kávé nélkül. Egy kilót légy, és dobjál bele azért. Én bedobom a Jani helyet, mert a közösségért. Figyeljetek, a közjó érdekében, a hazahaladás érdekében lementem, megnéztem, voltam három helyen, nem volt egyik rohadt életbe. Csak őrült volt, azt meg nem akartam tényleg, hogy holnap akkor hozunk, vagy holnapra majd hozunk. Nem örülök, hát én kávé nélkül nem élek. Gyerek. Igen, én azt nem értem, hogy tehát van, aki rátölti ugye az utolsó néhány szemet, és aztán fogja, csomagolás, kuka, akkor kiteszem egy cetlén, hogy srácok, elfogyott a kávé. De szerintem nem közölünk volt. Tehát azért simán azért benne van a pakliban. Szerintem simán. Nem, mert reggel még egy csomó volt simán benne, és mikor elmentünk, én még gondolkoztam, hogy igyak vagy ne igyak. És egy 10 óra környékén még majdnem félig volt, tehát hogy szerintem miután mi leléptünk, és estig. Tehát ha valamelyikünk megissza, és tényleg nincs több, szerintem azért abban, az jelzi. Annyi mindenkiben van, hogy hoz egy másik csomagot, vagy legalább jelzi, de szerintem nem mi voltunk. Két fővonulat van ebben az ügyben, a közügy, meg a magánügy. A fogyasztás az közügy, a vevés az magánügy. Szerintem nem, tényleg nem mi voltunk, mert ahhoz hoztunk volna, vagy jeleztük volna. Mondom, én még elég sok kávét láttam benne tegnap, hát aztán 10-kor kimegyünk, érted? Itt még sorbálnak a kávénkra. Ami nem volt szívesen a délután, amikor nem látjuk. És mi van délután, persze. Hát, de szerintem számtalan munkahelyen az országban ez van. Jó. Akkor, figyeljetek, ha megvettük a kávégépet, gyorsan veszük a tejszín, tejet, kávét. Oké, rendben? Amúgy hónap, én vettem, nem, te vettem, nem, de akkor két hónap, nem, akkor három, jó, hát akkor nem tudom, de érted, és amikor venni kell, akkor mindig valahogy egy picit így. Én tanácsolni fogom a júrásrácoknak, ha jönnek legközelebb, hogy miért fejlesztenek már ki egy kódot? Miért nem ilyen üzemi kávé, üzemi gép, vagy ilyen munkahelyi kávégépekben, miért nem fejlesztenek le egy kódot? Okos, és akkor vagy, tudsz főzni? Vagy áram alá tudod helyezni, és akkor tudsz nem főzni, ilyeség. Vagy te tudod, hogy mindenkinek van egy kódja, nem, és te azt tudod, és azzal tudsz kávét főzni, de nem tud más kávét főzni. Mert tényleg nem arra van szó, hogy itt valaki benne, ne adunk neki egy kávét, szívesen adunk, megvendégeljük, üljön le.
de ilyen ipari mennyiségű kávé fogy el. Tehát ezt a nagy csomagot, ezt tényleg nemrég vettem. És azonnal, múlt héten vettem. Igen, és elfogyott. Igen. Elfogyott. Viszont én ma megyek nagy bevásárolni, úgyhogy én ezt vállalom akkor megint. Nekem van úgyis restanciám kávé. Finom a kávé, egy 30 dekát hazavittem belőle, mert nagyon ízlet is. Akkor megvan. Akkor finoman azért kap be. Nyilván így is van, ahogy mondtam. Jó gyerekek, a Balivesz kávét, az nem rossz kávé. Tehát tényleg jó volt egyébként? Jó kávé. Jöhet? Igen. Így van. Jó, én ma megyek, úgyhogy akkor azt vállalom. A hétvégi nagy bevásárlás ma. Sőt, én imádok délelőtt. Na, picit nekem karcos volt a pörkölés, úgyhogy gyere, figyelj már oda, légy szíves, kicsi, ha sejmesebb ízeket szeretném, hogy korán reggel légy. Most megkapom a kis listámat, és csütörtök délelőtt az üres, hiperben Bali bevásárol, imádok. Jó, az egy másfél óra lekapcsolok, itt nézelődök, kipróbálok egy csomó újat, megveszek egy csomó fölösleges, amit a Viki mondja, ezt minek vetted, sose fogjuk sem megenni, sem meginni. Lejárat után egy nappal az én asztalomon landol. De én azt szeretem, tehát a mazsolás, vaszabis, kesúdióba mártott, asszalt megyes csoki nyúlvány, érted? Kísérletező vagy inkább. Minden ilyet mindig összepakolok. Ezeket megnézem, elmajszolok egy kiflit közben. Szóval nagyon beszélgetek. Még mindig lapod a kiflit. Kicsit igen, de bemondom a végén, hogy volt egy kifli, egy jegeste, a fél liter tej, egy ivójoghurt, két kamember, egy fél paranyicé és egy grill csirke. Köszönöm szépen, illetve a baránból is hiányzik három. Én szeretem, elbeszélgetek ott a kis hentessel, érted? Múltkor ott kacsa mellett szerzett nekem, úgyhogy nagyon, muszáj. De kell. Így bekérdezel nála? Hogy felsár? Oldalas. Farhát. Fartő. Mm. Nem. Mindig a csalásokról beszélgetek vele, hogy ennek miért van ilyen színe, ez tényleg kamusárga, miért világítjátok meg vörösfénnyel a húst, mi van ott hátul a raktárban, egyszer oda benéz, honnan jön a hús. Ki mit mondott a sárgára? Arra nagyon ki. Emlékszel rá, hogy a sárga csirkére mit mondott? A sárga csirkére két dolgot mond, az egyik az, amikor megszínezhetik valamilyen anyaggal, hogy sárgának tűnjön, és ilyen táposak. De nála mi van? Nála eredeti, ez tanyasi. Ő nem a hiperben egy hentes, hanem egy sima hentes ott, ahol lakom, és ő azt mondta, hogy kukoricával eteti, igen. És akkor az szer meg nagyon. Gyerekek, egy sima comb, hát egy csirke, én nem tudom elnám neked, egy ilyen libacom, tehát ekkora combjai van. Tehát ilyen dinoszaurusz. És nem vizes, tehát nem az, hogy nem berakod a sütőbe, és ekkora lesz belőle, mint a hiperesekben sokszor. Tehát, hogy van benne anyag, tényleg, teljesen más. Az ő csirké. Hát nem Sebestyél úr, hát tegnap még ezt a kis bólás, a kis búgács kergette a udvaron. Hát annyira tanyasi. Minden esetre mártogatják keményen. Ott mártogatják izébe, tudod, nem tudom mibe. Sáfrányba, hogy sárga legyen. Mindenesetre van különbség, mert sokszor a hiperben ekkora egy csirkecom tényleg, ott meg ilyen nagy. Úgyhogy hát valamit azért ez csak jelent, nem? Hogy csak ketrecben ment, szabadon rohangált, hülyére zabálta magát, lenyomták a torkán, izé morzsával letették, kukoricával letették. Hát nem mindegy azért, hogy mit kap az a csirek. Hát nem. Meg a híd hegyeket mozgat. Egészséges csirek, hát az kell. Hát még a kukoricással látott génet, amit ez kapott. Azt elértinek. Úgyhogy. Szép dolog is az egyébként, a jó háztáj. Virág például most felfedezte, tegnap elkezdtenek mutogatni. Picit egyébként fárasztó egy idő után, hogy azt nézed, hogy egy alulnézetből egy tyúk, hogy próbál megszabadulni a tojástól. Ezt nézegettem tegnap 5 percben. Sose láttam még olyan. Van. Hogy van? Tehát hát egy tojásban van még? Van. Nem, ja, jön hát ki a tojás. Hát természetesen. És ahogy küzd vele, azért elkezdett becsülni. Elkezdett becsülni a tyúkokat. Azt a küzdelmet. Körülbelül, hogy nekünk meg kéne szülni egy görögdínyét. Az. Tehát nagyjából így tudom elképzelni. Vagy Fikét. Amikor nem eszel elég rostosat, és valami csúnya benned akad. Megdöbbentő látvány. Tehát, hogy persze, hát ahhoz képest az Alien királynő, ahogy szül a bolygó neve halálba, az semmi. Szerencsétlen tyúk, én nem tudom, és ezt naponta nem tudom hányszor kell túlélnie. Jó esetben egyszer-kétszer, igen, hogy rosszabb esetben, hogyha túlnyomják egy kis tojótápal, akkor akár többször is. Hát, és a virág ezt nézi. Nagyon érdekli. A születés csodája. De hogy valaki ezt bekamerázza alulról. Igen. És időnként látsz egy kezet, ami szétfésüli egy picit így a tollakat, hogy minden részletet láthassál. Így végignéztem az egészet. Nem mondjuk ez a tojás. Így van, és az a jó, hogy ilyenkor egyébként a YouTube a következő anyagot is feldobja neked, ami ebben az esetben... Kis csikó. Nem, strúc. Ó! Azt nem akarom látni. Atya úr, hát azt én sem akartam. Egy ha már ott voltam egészen. Nem akarom, ne indítsd el még egyszer. Nem akarom látni, hogy szül egy. És a virágnak honnan az igénye erre?
hát, a nővérés folyamata van. Igen, most. Szerintem ez. Szerintem ez. Hogy? Úgyhogy. Hogy hát akarsz érdekli, rá tizárni? Szereti a természetet, érdeklődik. Fantasztikus volt. A következő egyébként volt benne például teve is, ahol ugye a gazdi segített is a tevének, hogy egy picit gyorsabban menjen, no. a kis tevecsikó gyorsabban a világra jöjjön, hát az is. Na jó, van. Hát kemény. Szép dolgok, persze. Tényleg aggódom, hogy nincs kávé. Tényleg aggódom, hogy fogunk kávét inni. Tehát nekem ez én nem iszom egyet többet napi egynél, de nekem ez az elinduláshoz kell, hogy össze tudjak fűzni két bővített mondatot, hogy értsem, hogy hol vagyunk, értsem, hogy mi a téma, fel tudjam vezetni. Tehát ez egy komoly lelki és fizikai trauma nekem azon túl, a hírek hogy holnapra lesz azért. Hírek mi van, ha megkérünk valakit, hogy ugorjon be, és kifizetjük. Nem ingyen, nem tarhálunk, nem kell hozni, nálam van pénz. Ha valaki megy vala, egy ilyen egy kilós őröltet, minden valamit hozzon be, de szemeset. Jó, de nem belvárosi csevegébe vagy, hanem hiperbe. Csengetünk, nem ingyen, nem tarhálunk, nem kell ajándék sem. Isten őriz, kifizetjük, nálam van cash. Tehát, hogy kifizetjük. Addig meg, hogy nehogy rámenjél a hűtaló kisapolyan söpröm azokat a szemeket, amik még ott vannak. Megdaráljuk. Kurkumával színezik a csirkét egyébként. Kurkuma. Uh-huh. Azzal színezik a csirkét vagy a tyúkot, a bőrét, hogy kukoricásnak tűnjön. Na, azt mondja, hogy a kistesódnak gyereke lesz, Bali, mit szólsz hozzá? A Bencéről van szó, Istenes Bencéről. Igen, hallottuk. Beakadt. Nem, én mondtam neki, hogy rendben van, hogy lenyúlt a gesztusokat, meg rendben van, hogy próbál vicceskedni. Ezért ennyire nem kell ezt az egész utánzós dolgot komolyan menni, tényleg. Szóval én értem, hogy nagyon szeretne hasonlítani. Én itt az egészet értem, de azért ennyire komolyan, hogy már gyerek is. Hát nézzétek, én örülök neki, minden születendő gyermeknek örülök, sok boldogságot, legyenek boldogok. Adél egy picit nekem fiatalnak tűnik a gyermekvállaláshoz. Nekem Bence is, de... Igen, hát Bencén se látom még azért az érettség jeleit, de közben meg tök cukik együtt, aranyosok nagyon együtt, úgyhogy sok boldogságot így nekik, van. És örülünk. Meg sokkal könnyebb lesz így eladni a cikkeket a képes magazinok. Igen, hát ez. Úgyhogy hát most van egy új kör. Jó, az így van. Nagypapa leszel? Fogyan Bali papa, nagypapa leszel. A nagypapa, tényleg. Mi van, hogy a felkér keresztapunak? Simán vállald el. Ja? Nem fog felkérni, miért kéne felkérni? Miért? Hát az általában rokonságból szokták. Nem, hát feltétlenül, de... én kétszeres keresztapa vagyok, és nem rokon. Igen? Aha, ismerős. Úgyhogy szerintem tök nagy lenne. Hát elvállalom. Én is a barátom egy kislánynak a keresztapja vagyok, nem rokon. Azért, mert ha rokon is vagy, meg keresztszülő is, akkor kötelező venni a rendékot, érted? Én viszont nem karácsonyra. Kell. Így meg te választottál. Jó, de hát akkor érdemes már itt is biztosra menni, érted? Mi értelme, hogy nem vagy rokon, jobban vagytok, de nem is ismered a gyereket és a keresztszülője vagy, tehát ez mi? Hát ismered a gyereket is nyilván, nem, tehát azért sem barátság. Nekem a legjobb barátomról van szó, tehát hogy ott azért kicsit már majdnem, mintha rokonok. Ja. Uh-huh. Na, azt mondja, hogy nézzük meg, mit írnak a hallgatóink. A kis Padavához, Bencéhez mit szólunk? Gyere, oké, ez több mindenkit érdekel, hogy mit szólunk a Bencéhez. Hát nagyon, nagyon tényleg semmit. Örülünk neki. Azt mondja, hogy nézzétek vissza a kamerafelvételeket, Barbie írta nekünk, mármint, hogy kilopja a kávét, nincs a szerkesztőségi szobában a kamera, most nem tettük oda, illetve volt, de elvittük, úgyhogy most egyelőre nem látható. Az utolsó felvétel az, hogy Balázs odalép egy széklábbal és leveri. Igen, és ott a kamera összetört. Hatalmas baleset, 86-oson körment, és egyházas rádót között valami égis nagy torlódás, Rolcsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, azt mondja, hogy küldöm a kávé energiát. Köszönjük szépen, az jól jön. Mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Laci volt a fekete-fehér játékosunk, és hát hatalmas veszekedést váltott ő ki itt a stúdióban, mert mindenki máshogy gondolta, hogy mi legyen a jó megoldás. Van, aki passzívnak gondolta Lacit, van, aki kevésbé gondolta passzívnak, van, aki odaadta volna az ajándékcsomagot, van, aki nem. A hallgatók pedig lecsaptak ránk, és azonnal ízekre szedtek bennünket. De folyt köv, ugye? Persze, hát ma ezt folytatni kell. Úgyhogy Laci versus Balázs második epizód ma megtörténik. Jó van, Laci elment kávéra, mi Lacink? Igen. Hova? Elgondolom, valami kis közért. Metró, elmetrózik valahova tényleg? Igen. Akkor picit korábban jött volna be, akkor hallotta volna, hogy a környéken nem lehet kapni, mert végig jártam az összes boltot. Most egy picit nagyobb túra lesz ez neki. Úgy érzem. 28-9 körül már itt is van. Így olyan messze itt a következő, mit tudom én meg. Na mindegy. Jó van. Meghallgatjuk, mi történt velünk. Tegnap aztán jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan, jó reggelt kívánom mindenkinek. Milyen durva ez a 105 éves menekült, olvastátok? Igen. A fia hátán jött. Hát és a fia is 80. De hogy jött? Hát van egy gyönyörű. Ő pedig a néni unokának a hátán. Ezt nem is értem, hogy jöttek ők?
Hát menetelnek rengeteget. Hát itt gyalogolni kell 20-30-50, 100, 200, 500, 1000 kilométert, ugye hát nem mindig tudnak. Vagy viszik őket vonattal, busszal, hát valamikor rengeteget kell sétálni. Ez felfoghatatlan. 105 éves. Meg mi kell ahhoz, hogy elindulj? 105 éves. Hát, 105 éves. Majd új életet kezdesz valahol, vagy csak elkíséred a családodat egy darabig, mert hát ki tudja. Picit ott rábeszéltek. Hát vagy azt mondták, igen, hogy mama nem jön, de aznak, hogy nélküled nem megyünk, viszünk téged is, mert szeretünk, hát ha van az embernek egy ilyen szeretet nagy íja, akkor azt mondja, nem hagylak itt, de hogy hagylak. Hát akkor elviszlek téged is, és a hátadra kapod, és elviszed. Egy ilyen szép történet. Nem 105 éves. Ez elképesztő. Elképesztő. Na, azt mondja, hogy most akkor mi van? Hogy állunk játékkal? Ugye ezt ismételnünk kell. Hát 2-1, attól a tegnapi eredmény szerintem érvényes, de kövezzetek meg, tehát 2-1-re most mi vezetünk. Csak jön a visszavágó. Csak jön a visszavágó, és akkor hát de ha újra játszuk, akkor hogy lehet érvényes? Akkor 2-2 lesz. Ha ő nyer. Ha te nyersz, akkor 3-1. Hát ez ugyanúgy egy de nem visszavágót játék. Adunk neki, hanem azt mondtuk, hogy újra játszuk, nem? Tehát, hogy kap egy új lehetőséget, és ott eldől, hogy akkor nem tudjuk, hogy megadjuk, ne adjuk. Akkor 1-1. Hát azért, mert hogy, tehát nem újra játszunk, hát hanem úgy játszunk újra, hogy elvet. Nem tudtuk, hogy odaadjuk, vagy ne adjuk, és azért azt mondtuk, új játék. Tehát nincsen, nem volt eredménye? Aha. Persze, persze, hát nem volt eredménye, hát nem tudjuk, hogy azon veszekedtünk, hogy odaadjuk, vagy ne adjuk. Jó. Erről szólt a dolog. Ami megnyerte, vagy nem nyerte, és nem értettünk egyet. Szerintünk nem nyerte, szerinted meg ugye, mert tegnap volt a csókos napod a hallgatók felé. Igen. Az egyetben az évben az meg volt kipipálva, szerinted meg megnyerte. Jó, akkor legyen. És akkor bejött Ákos, és azt mondta új játék. Igen. És akkor nem tudunk. Nem tudunk, nem tudunk akkor most. Akkor egy-egy. Egy-egy. Oké. Ma senki ne jelentkezzen játékra. Jó, mert ez most Laci. Laci jó, most van. Laci játszik a tegnapi nap miatt, hogy rendben. Tegyük itt a dolgokat. Vajon hol tart Laci a kávéval? Hát várjál, ha odaért egy ami általán. A Lacink. Te lehogyja vele ki azt, hogy a gyömrői Laci. Nem. Azért csomag kávét, hogy jobban feküdjön nálunk. Nem. A mi Lacink. Hát ő most szerintem most tágítja a kört. Tehát, hogy most éppen így mindig kijebb egy kicsit ki. Hát figyelj, itt legközelebb, én nem is tudom, hol van. Egyébként tényleg a Pöttyös utcán. Metróval, de gondolom, hogy metróval ment. Vagy nem? A Cserinél, igen. Na, jó van. Siess, Laci, hallasz, jó? Persze, persze. Siess. Nagyon kell jó, az jó, kilóst vegyél, jó? És rizét, ugye a közép árértékre figyelj. Jó? Jó, kopi luváknál rosszabb, haza se gyere, mert nem. Haza se gyere. Na, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc van pontosan. 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Játszunk, mert hogy elérkezett a mindent eldöntő, sorsdöntő pillanat, a tegnapi játék folytatása. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, Laci, jó reggelt újra. Hello, Laci. Hello, Laci. Hát hallottad te 7 óra után, hogy mi történt velünk? Nem. Nem hallottad? Nyilván megharagudott a játék után. Ja, úristen, nem is, akkor nem is, akkor csodál. Hallottam, csak viccelek. Ja, csak viccelsz, jó. Figyelj, Róka mester vagy. Szóval, hogy fél nyolcig ment a vita arról, hogy mit csináljunk veled, és mit csináljunk a játékkal, aztán hosszú-hosszú, és hát elég tényleg hosszas veszekedés után úgy döntöttünk, hogy újabb lehetőséget kapsz. Részben van, aki azt gondolta, hogy passzív voltál, van, aki azt gondolta, hogy passzív voltál, ugyan, de megadható, mert ennél már kevesebbszer is, vagy kevesebbet is megadtunk. Úgyhogy újra játszhatod. Nem akarok kiúzni a gyufát, mert ki tudja, mit hoz a jövő, lehet, hogy valamikor majd benéz egy gyömrői kitelepülés, nem szeretnénk, ha rá gyújtanák az üveg súlyt. Bizony. Merre vagy, Laci? Siófokon vagyok jelenleg. Te hogy érezted tegnap a játékot egyébként? Passzív voltál, vagy megérdemelted volna az ajándékcsomagot? Szerintem volt benne amúgy passzivitás, de nem érdemeltem volna meg. Azt kell ilyenkor mondani, hát ha már ebből ekkora vitelet, hogy persze gyerekek, simán odaadhattátok volna. De most nem szuszog. Most nem. Mi történt? Laci, tényleg te vagy az? Én vagyok. Lehakítottad a telefonodat, vagy mi történt? Nem, egy kicsit távolabb tartom magamtól, nem tudtam. Lehet, hogy ez a megoldás, hogy nem kapod be az alját, és akkor vagy nem dugod be az orrodba, igen. Na, hát akkor esünk neki újra?
Nézzük meg, mire megyünk egymással? Meg kéne próbálni. Meg kéne próbálni. Jól van, több lelkesedés. Lacikám, több lelkesedés. Hát megosztottad a tömegeket, az egész ország rajtad vitatkozott, jogos, nem jogos. Mások is szeretnének most már játszani. Bizony, nem. Holnap most már nincs lehetőség egy harmadik játékra. Mehetünk? Pontos ez a stopper. Menjen. Menjen. Jani? 3, 2, 1. Fire. Azt a becsárját. Na hát, vártam ezt a kritikus párbajt. Vártam, nagyon vártam, így van, vártam, hogy végre újra elszámolhassunk egymással, és eldőjön ez a nagy, nagy csata. Uh-huh. Mit szállítasz éppen? Tessék? Mit szállítasz éppen? Most mire litárút szállítok? Nagyon sokféle dolgot. És hogy mi a végállomás, vagy a végcél? A végcél az Kaposvár. Kaposvár. Mennyit vezetsz ilyenkor egy nap körülbelül? Hát körülbelül olyan 400-500 kilométer. Az sok. Igen, sok. Igen. Szerinted jogos volt a Ferék döntése tegnap? Igen, bocsánat, sok. Meg kell állítanunk az órát, hiszen elhangzott egy igen. Azt mondtad, igen, sok. Szerintem nem mondta ki, én odaadnám. De vártam. Lacikám, hát ezt most eldöntöttük. Tegnap után ez egy egyértelmű. Most itt tök jó. Ez egy egyértelmű küzdelem volt. Persze. Jó? De holnap is lesz nap. Kiagyom, elég volt. Bármikor találkozunk, játszunk egyet. Jó? Okés. Köszi a játékot. Köszi, ciao. Ciao, hello. Na? 2-1 ide. Hát ezt így kell egyértelműen lejátszani. Eldönteni. Ebben nem volt kérdés. Ebben nem volt kérdés. Pedig én azt éreztem, hogy Laci ma egyszerűen megállíthatatlan lesz. Igen. Semmi szuszogás nem volt, semmi indiszponáltság, semmi kialvatlanság. Hasított, kőkeményen, profi módjára. Igen. 34 másodpercig. Aztán bevittük a kegyelemdöfést. 4 perc, pontosan 7 óra, küldjetek friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, csütörtök van, jó idő, és hát most még egy kicsit hűvös, ködös az időjárás, de nem lehet okunk igazából panaszra. Szép idő van, jó idő van, és ez marad is egész héten, úgyhogy... És még azon is túl, így van, úgyhogy van egy kis szerencsém, így a november elejé időjárással, október végén, november elején egészen jó időnk lesz. És hát, gyerekek, jövő héten november. Bizony. Nagyon durva. Jövő héten november. Hát most durva. Volt nyár, most volt augusztus 20-a, most voltunk szabadságon, és november van. Kinek mit vegyél? Elindulnak tényleg ezek a kérdések, amiről még egy hónapja, két hónapja röhögtünk, hogy úristen, de messze van. Hagyjuk már, nem kell az még. Hagyjuk. Elképesztő, hogy mindjárt az idő. Én nem tudom, hogy az ember öregedik, akkor megy ennyire gyorsan az idő, és minél öregebb vagy, annál gyorsabbnak érzed, vagy a fiataloknak is felgyorsul. Tehát ez egy ilyen kollektív időérzet, ami most bennünk van. Vagy csak mi érezzük, ahogy öregszünk, hogy úristen, megint egy karácsony, megint egy születésnap, megint egy, nem tudom, mit tudom én, névnap, megint egy ünneplés, megint egy temetés. Állítólag ott indul, ahogy gyereket születik. Wow. Én egyébként ezt azóta érzem. Oh. Elképesztő. Akkor is. Elképesztő. Bence, akkor nem sokára ő is. Hát ennyi. Ezt nem sokára Bence ennyi. Is megérzi. Sok boldogságot kívánok, gyerekek. Hát most gratuláljatok nekem is. Hát hogy gyermekáldás a családomban. Jó, egy jó nagy puszit az Adélnak is. Jó? Most nem tudom, annyi hirtelen mi lettem. Nagypapa? Vagy keresztülő? Vagy az öcsémnek gyereke lett, akkor én nagybácsi? Mi vagyok? Nagypapa vagy nagybácsi? Ne, nagybácsi. A gyerekem a Bence, vagy az öcsém a Bence? Mi Bence nekem tulajdonképpen? Nagybácsi. Nagybácsi lettem. Hát ez egy csodálatos hír, szerintem hétvégén már jönnek át hozzánk. Kocintunk és megünnepeljük, hogy új gyermek érkezik a családba. Nagyon, nagyon jó. Tanácsokat fogsz adni, fogod a kezüket, hát csak a tesóról van szó. Hát csak az öcséről van szó. Hát azért ne viccelj. A régi ruhák megvannak? Megvan minden, Miki gyűjtögette, tudta, hogy Bencus előbb-utóbb úgyis odaér. Nem így értette fel, te régi ruháid. Ja, azok is megvannak, jó, igen. Tudtuk mi előbb-utóbb, hogy Kovács kerül a cipóba. Hát, ha döngölik, sejteni. Kovács került a cipóba, úgyhogy. Hát, bevállaló srác ez a Bence. Megfogod majd a... Adélnak a kis hasát? Hogy a viharban, drága puszít barátom? Rá. Hogy a viharban? Rúg-e már a pici? Még azért korai, még, korai igen. Lenne azért még hasat tapogatni, hogy rúg-e már a pici? Előfordul meg az a hátad. Ja. Igen.
Az miről beszélsz, Balázs, Veszprémben szakad az eső. Ne törődjetek vele, hogy szakad, dehogy szakad, süt a nap. Csak most egy picit úgy érzitek, hogy ott szakad az eső. Nyugtasson meg a tudat benneteket, hogy itt Pesten nagyon jó idő. Nagy a páratartalom. Szóval ti is érzitek ezt, hogy valami elképesztő módon felgyorsult a dolog? Minden nap úgy megy el, hogy másodpercek alatt is. Tényleg? És ha most visszagondolsz mondjuk a múlt hetedre, hogy mi mindent csináltál, akkor egy millió dolog van benne. Mert a gyerekkel ez, mert igen, a házszartás, oda mész, háztartás, vásárolsz, edzésre viszed. És ugyanakkor arra gondolsz, hogy ha ennyi mindent teszel bele, akkor ez egy hosszú hét volt. És nem volt az. És pillanatok alatt és minden nagyon durva. Én mindig beleírom a naptárba előre, hogy mikor kell adnom a villanyt. A vért, a villanyórát. Gölyál STK, középsugaras, holnap délután 2-kor a Lőrinci STK-ba leadás. A gázórának meg a villanyórának az állását, és mindig ebből látom, hogy beírom, és akkor következő hónap ekkor és ekkor, hogy az interneten keresztül jelentem le, és nehogy véletlenül elfelejtsem, mindig ugyanazon a napon kell. És akkor azt most látom, hogy november. És így van, és megy. Igen. Nagyon sok. Mi van, ha egy napot késel vele? Tehát nem november. Semmi, már... mert van egy ilyen összapos intervallum, ja, tehát hogy bele fogok férni, szerintem. Ugye, én is erre. De miért kell másodikán, legalább másodikán le kell. Jó. Na. Szóval, nézzük az időjárást, nézzük a közlekedési híreket, nézzük, hogy mi történik valójában az utakon. M7-esen jó idő, szakad az eső, vagy én egy párhuzamos világban vagyok, itt is jók vagytok. Uh-huh. Csempe díler küldte nekünk. Hát igen, most bocsánat, akkor ez egy kicsit ilyen, megpróbáltam átnyomni rátok, hogy jó idő van. Mindenki által érintett jó időnek gondoltam. Azt hittem, hogy ennyire nem megosztott az ország. Akkor gondoljatok tényleg arra, hogy nem sokára ott is jó idő lesz, mert hogy országosan mondtak jó időt mindenhol. Azt mondja, hogy dobjak egy 100-as, mert volt, jaj, gyerekek, jövő hét novemberben dobom, ahogy lesz. Dobom, nem úszom meg. Dobom, megnézem. Szerintem 500-asom van, berakom előre. És akkor egy picit rendben vagyok. M6-os Szekszár Pécs vonalon köd, és radarmentes szellős a forgalom, csekkmentes napot honfitársaim, széna WC papíráros küldte nekünk. Szerencs belterületén most állt ki a Jarda trafival, és mérik a Sárospatak felől jövőket. Oli küldte. 8 órától az M2-es 45-ös kilométerénél a Váci cementmű magasságában marunk, aszfaltozunk, félpálya lehet közlekedni, kerüljetek minket. Doki, nagyon rendes. Doki, ezt elvezem egy jó fejségnek, köszönjük szépen. Elképesztő, hihetetlen, döbbenetes. 61-es Kaposvár felé mérnek Csomán Lacó, valamint az M1-es 140-es kilométerénél a felüljáróról trafiznak. Ezt Laci írta nekünk. Na. És aki a Szél Kálmán tér környékén közlekedik, annak kitartás, mindjárt vége, 2016 májusában. Király, te addig állsz. Ezt minden nap írják. Van ott egy Kentucky, egyéb valamit. Talán van ott egy Mekki, is ugor be egy Eperségre. De azért jutod, mert leállítod az úton a kocsidat, és senki nem fog dudálni, amíg bemész az Eperségért. Mert ugye van valami. Senki nem halad sehova. Békén nyugalom. Ja. Egyébként az igazsághoz hozzátartozik, hogy ilyen szakaszosan fogják átadni, tehát hogy szépen lassan azért birtokukba tudják venni azok az emberek, azok a cirka 200 ezer lélekszámra rugó embertömeg, akik ott szoktak áthaladni naponta. 200 ezerre mennek át a szélkát. 200 ezer ember még most is? Igen. Így, nem, amikor épés, egészséges. Mindenki dolgozzon a lakóhelyén. Ez a fontos szerintem. Ma jön Biogabi hozzánk. Otthoni munkát mindenkinek. Ma jön Biogabi 8-tól. Biogabi? Így van. Biogabinak hívom. Csak több neve van. Most biogabizom egy ideje. Hogy régen volt, csak ezért, hogy megörültem neki, mert ugye beteg volt, vali volt, kimaradt együtt, tehát egy hónapja nem volt nálunk. Úgyhogy akkor ma megölelgeted, mi? Ma megszorongatom a kis tweedzakóját, a kis szövetnadráját, a kis ingecskét megszorongatom, igen. Na, viszont van egy jelenségem, mert hát tudtok segíteni, mert ugye hát azt gondolná az ember, hogy a pénzügyi kultúra azért az fejlődik Magyarországon, és annyi átverés és annyi broker botrány után az emberek hát meggondolják azt, hogy kinek hogy adnak pénzt. És nem tudom, olvastátok ezt a cikket, ami hasonlít nagyon a kummediátoros Marcsikához. De hogy ez számomra teljes rejtély, hogy emberek egyébként, mint kiderült ebből a történetből, sokszor felsőfokú végzettséggel rendelkező, intelligens emberek hogy tudnak pénzt adni. Ugyanis van most egy újabb ügy Marcsika után, ez a cirmoska ügy. Olvastátok? Jaj, cirmoska. Na, miért csak nálunk vannak ilyen nevek? Hát most így hívják. Marcsika cirmoska. A dolog? Mert az bizalmi, tudod, ha valakit már így hívsz, hogy cirmoska életem, oda már mered adni a lóvédat. Na, elképesztő.
Nagyon szövevényes, nagyon kusza az ügy, és nagyon hosszú ideig tartanak kibogozni, csak a főbb jellemzőket szeretném végig beszélni veletek, és aztán várjuk majd nyilván hallgatóink hozzászólását is, hogy ki volt hasonló helyzetben, kinek ajánlottak hasonló befektetést, ki az, aki ne adj Isten adott, hogy tanuljunk az ő hibájából, és mit lehet tenni. Ugye arról van szó, hogy Cirmosnak egyébként a barátai és az ügyfelei hívták, valamilyen Katalin volt ő, de Cirmos. Ez azért is érdekes, mert amikor neked valaki azt mondja, hogy figyelj, tudok egy jó befektetést, hozzál egy vödör pénzt, és adjuk oda Cirmosnak, hogy majd, na, ugye? Majd ő befekteti, szerintem az első piros lámpa ebben a pillanatban kell, hogy így te kigyulladjon az agyadba, hogy valami nem biztos, hogy stimmel. Vittek neki egy vödör pénzt, akkor dorom volt? Vagy miért volt ő Cirmos? Sok macskája volt? Ő állítólagosan pedikűrösből lett biztosítási ügynöknek álcázta magát, hogy ő most valóban volt-e biztosítási ügynök, vagy nem. Tipikus Wall Street-i karrier. Azt nem lehet tudni, viszont hihetetlen sok ember ment el hozzá, és adott neki sok-sok millió forint KP-t. Ugye, miről szól a történet? Arról szólt a történet, hogy azt mondta Cirmos, Cirmos, érted? Cirmos, hogy ad nekem ide a lóvét, ne utald át, ne egy bankszámlára, ne kötvénybe, ne állampapírba, majd az én nevemem van, és én forgatom, hozd el egy táskában. Hát csak a kesben egy fél. Szatyorban. Egy reklám szatyorban, egy Tesco szatyorban. Mindegy, adod csak a... És én megforgatom neked. A döbbenetes, mint kiderült egyébként ebből a balhéból, hogy felsőfokú végzettségű emberek, jól szituált, értelmes emberek vittek egyébként Cirmosnak. Hangsúlyozom, Cirmosnak. Hangsúlyozom, Cirmosnak pénzt. Félért is ne essék. Senki ne gondolja azt, és tényleg ezzel ne is vádoljatok meg bennünket, hogy mi azokon nevetünk, akiket átvágnak. Soha nem azon, de maga az ügy azért az valóban nevetséges, és nem mondom, hogy mulatságos, mert sok ember sok milliójáról van szó, de kell róla beszélni, hogy hát ha tanulnak belőle sokan itthon, és a pénzügyi képzettségünk és a pénzzel valók, nem is tudom, kezelési bánásmódunk, kultúránk az egyszerűen valahogy majd megjavul, ha már ezt iskolában nem tanították meg. Mert ugye múltban számtalan ilyen ügy volt, és úgy tűnik, mintha ezek az ügyek újra és újra ismétlődnének. Csak éppen persze mások a neve. Most mindegy, hogy Marcsika, vagy Cirmos, vagy Kormos, vagy Foltos, tök mindegy. De a sztori ugyanaz. Mindegy, de vannak sarkalatos pontja egy történetnek, amin egyszerűen át kell látni, ha valakinek ezt ígéri. Ugye ő azt mondta, hogy elképesztő kamatot tud neked fizetni, egy hónapra akár, 4%, 5% kivételes esetben akár havi 10%-ot is, ami azért kecsegtető. Tehát azt jelenti, hogy te odaadsz neki 3 millió forintot, és azért mondjuk havonta neked fizet 300 ezer forintot. Ez brutálisan jó. Hát aki kicsit is ért a pénzügyekhez, és befektet, vagy vásárol értékpapírt, részvényt, vagy leköti a pénzét, tudja, hogy havi 10%-ot azért az tényleg sok hát pénz. Megduplázod a pénzed, meg hát, egy kicsi egy év alatt, igen. Az 3 millió 6. Meglep, hogy Csányi Sándor nem hordta oda vödörben. Valószínűleg tudott valamit. Szóval egész egyszerűen elképesztő. Havi 10%. De hogy ami számomra teljesen felfoghatatlan, hogy manapság azért ez a dolog úgy működik, hogyha neked van minimális pénzügyi ismereted, és állítólag itt tényleg jól szituált emberek voltak, akkor gyanús kell, hogy legyen, hogy te oda viszel valakinek táskába pénzt. Hát ez nem így megy. Tehát azt tényleg vagy átutalod, vagy állampapírba teszed, vagy kötvényt veszel belőle. De ilyen nincs, hogy valakinek adok egy vödör pénzt, ő ezt elrakja, mint KP, ad róla egy kicsi apró kis fecnit, de egy olyan fecnit, hogy legalább papír volt, megnyugodtam. Hát volt egy ilyen megbízási szerződésszerű valamilyen papír, amit alátanúztak, aláírta, átvette, elfogadta, sokat egyébként nem érsz vele. És azt mondja, hogy ad nekem ide, majd én forgatom és fizetek neked. Mit mondod, hogy mibe fekteti? Tehát, hogy lesz belőle a havi 10, arról van info? Mert az ugye mindig egy érdekes kérdés. Macska. Tehát, hogy nyilván, hogy így ajánlod a másiknak. Tehát szépen lassan azért lehetett bekerülni ebbe a körbe, hogy nyilván úgy lehetett bekerülni, hogy mondjuk én befektettem, és aztán Janit rádumáltam, hogy figyelj, ez, hát figyelj, úgy fizett a nő, mint a katonatiszt. Tehát ez oké, de amikor leülsz a, hogy hívják, Cirmoskával, akkor Cirmoska vajon mit mond? Cirmoska, nem tudom, hogy mit mondhatott pontosan, de másfél-kettő milliárd forint beáramlott hozzá KP-ben. Tehát Cirmoska valamit elképesztő jól csinál. Tehát olyan meggyőző ereje kellett, hogy legyen, ami azért kevés embernek. Másfél-két milliárd forinttal tűnt el. Azért az nagyon-nagyon sok pénz. 3-4-5 millió. Azt mondta embereknek is számomra, ez is teljesen megdöbbentő, hogy add el a lakásodat, add oda a pénzt, menj albérletbe, én forgatom neked az alaptőkét, te fizesd ki az albérletet, amit keresel az én hozamomból, de az alaptőkéd neked nem változik. Na most ez is egy olyan
kritérium, amit azért tudnod kell, hogy pénzt sose adsz úgy oda, ami, tehát fölösleges pénzt adsz oda, amit beszeretnél fektetni. Nem magadtól veszed el, és adod el valamidet, és azt teszed pénzét. Tehát befektetni mindig csak azt lehet, ami fölösleges, nem kell, nem akarsz hozzájárulni. Ha nincs, akkor nem fáj annyira. Hát ha nincs, nem fáj annyira, vagy fáj, ha nincs, de nem eladod valamidet, és azt adod neki oda. És ezek értelmes emberek voltak. Eladták a házukat, eladták a lakásukat, azt mondták Círmoskának, hogy itt a pénz, Círmoska, forgass meg. Círmoska. Na, ugye? Círmoska eladni. Jó. Forgass meg, és add nekem oda. És ugye a trükk az volt, hogy nagyon sok ember volt, akinek ugye fizetett. Hát ez a lényeg, hogy elmegy a hír, hogy tényleg fizet, jól fizet, még többet, az új bejövőkből fizet a régieknek nyilván, de egyre több és több pénz gyűlik nála föl, majd egyszer csak. De tényleg mire csak lelépett. Tehát felmentek azért, és azt látták, hogy ilyen irgalmatlanul megy neki. Azt a kis tarkamacskát szerinted kifestettem. De Riprónai. És a másikat? Na, munkácsi. Szerinted miből van? Van itt gógyi? Mondta, hogy nagy biztosító társaságokhoz tartozik, meg hogy a biztosítónál fenntartó személyes kapcsolatokra, munkakapcsolatokra hivatkozott, hogy nagyon-nagyon sok mindent mondott. És várja, kitalálom, tehát hogy a beérkező összegnek a egy részéből eleinte fizette is. Fizette a többit, ugye? Hát ez a lényeg, hogy klasszik pilótajáték. Hozzám bejön 10-20 millió, abból adok neked havi 200 ezeret, havi 300 ezeret, és mit mond az ügyfél, hogy én odaadtam 10 millió, tényleg kaptam egy hónap után 200 ezeret. Igen. Hát ez nem viccel, tényleg fizet. Még szólok másik háromnak, ő is odaad 10 millió forintot, neki is visszafizetek 200 ezer forintot, ez mindig csak 600, de már bejött egyébként 40. Egy hónap után megint fizetek mindenki baromi elégedett. Két hónap után nem csúszni fog már egy-két napok, de akkor is fizet még, aztán a harmadik, negyedik hónapnál kezdenek eltünedezni a részletek. Szóval egész egyszerűen elképesztő, és óriás felelőtlenség. Tehát, hogy itt alapból egyébként szerintem abból kellene kiindulni, hogy persze a bankokkal kapcsolatban mindenkinek van valamiféle véleménye, nem is feltétlenül jó ez a vélemény, jó ez a tapasztalat, de azért, hogyha megnézed a kamatokat, hogy ezek mit fizetnek, és mondjuk összehasonlítod azzal, amit mondjuk Círmoska ajánlott, akkor azért ott van egy szemlelátható markáns különbség, pontosan. Igen. Nagyon jól fogalmazol. Tehát, hogy ebből a markáns különbségből azért már ki lehetne indulni, hogy hát itt nem biztos, hogy tehát, legális biznisz van. Tehát, ha legális biznisz, amit ugye Círmoska csinál, akkor ezt miért nem csinálja a bank? Teszed fel a kérdést. Hát nyilván azért nem, mert nem legális. Tehát ennyi pénzt nem lehet kihozni belőle. Tök egyszerű. Hát ez nyilván nem legális. Ez kapzsiság, gyerekek. De hogy értelmes emberek adják oda a pénzt, mert tényleg ez a megdöbbentő, hogy ha valaki alul képzelt, vagy valaki tényleg spórol, de nem tudja, hogy működik, nem tudja, hogy mit kell átvenni, nem tudod, hogy ez milyen kamat, hogy van, de állítólag értelmes, jól szituált emberek adtak oda sok-sok millió forint. Ráadásul ez megdöbbentő. Ebből ki is derül, hogy egyébként ezek az emberek azért nem álltak olyan rossz anyagi lábon. Tehát, hogy azért ők nem abhoz a kategóriához tartoztak, aki tényleg sajnos fizetéstől fizetéstig él, és csak a számlákat tudja befizetni, meg alig várja, hogy megjöjjön. Na de nem gyanús az, hogy odaadsz egy táskapénzt, majd havonta te borítékban kapod vissza a pénzt. Hát ez messziről bűzlik. Hát ilyen nincs, hogy nincs egy banki tranzakció, hogy nincs egy átutalás, hogy nincs mögötte semmilyen hivatalos, nem tudom, bank, papír, állampapír, cég, semmi. Táskába adok pénzt, borítékba kapom vissza. De felfoghatatlan. Olyan szintű bátorság kell ehhez. Képzeld el, hogy valaki tényleg eladta a házát, és azt mondja, itt van 10 millió forint, forgass nekem, én albérletbe költözöm. Tehát ez mivel magyarázható? A hóság, ez azt mondod, hóság, hogy van, de még több kell. Van egy bizalmi kapcsolat, amit mondtam, ugye, hogy ismerős a jája. Az nagyon jó. Tehát ha egy valakit befírölsz, és ő kapja a pénzt, akkor azért ő már tud hozni. Mert a személyes meggyőzés ereje az mindig a legnagyobb. És utána még Círmoska valószínűleg egy helyes, kedves, aranyos kis hölgyecske, aki meggyőzően el tudja mondani, hogy figyelj, ez tényleg az évezred. És innentől kezdve megvagy. És ha már ő is beszállt, akkor ő is hozza az ismerőseit. Érted? Tehát az ilyen havi 10%-nak, de szerintem kapzsinak kell hozzá lenni. Nektek volt ilyen olyan ajánlottak, hogy adjál pénzt, megforgatom neked, adj egy kicsit, majd lesz belőle valami, jött a broker nyakkendőbe szépen felöltözve, nem tudod, hogy honnan, kis biztosítási ügynök, vagy valaki a szomszédből, és azt mondod, hogy adsz 1 milliót, és 1 év múlva 2-t kapsz vissza? Mert az ember egyébként, tehát ott van a kis ördögben. Hogy mi van, ha tényleg működik? Mi van, ha tényleg működik? Tehát nem kell tényleg, nem tudom, butának lenni, vagy feltétlenül tényleg
teljesen hülyének, hanem az emberről meg tud szólalni egy ilyen. Nem, hogy odaadom neki, nézzük meg. De jól hangzik. Jól hangzik, igen. Amit mond, és itt egyébként velem ez történt, velem megtörtént egyébként konkrétan ez az eset egyszer, jó pár évvel ezelőtt, ráadásul rokon volt az, aki belevitt a tutiba, és pontosan ez volt. Pontosan, ő se tudta egyébként, ő is aztán bukott elég keményen ezen a történeten, de ott is az volt, hogy tényleg, amit a Feri is vázolt, hogy volt egy ember, akiben hittem, akinek elhittem, amit mond, akiben bíztam, akinek a szava számomra meggyőző volt, hogy elég meggyőző volt ahhoz, hogy odaadjam a kis pénzemet neki. És aztán természetesen kiderült, hogy egy nagyon klasszik pilota játékról volt. Szóval én csak vártam, hogy majd jönnek ugye a részletek, megígértek, hogy ó, és akkor te is beszervezel két embert, és ide, mondjuk más dolog az, hogy én nem tudtam beszervezni senkit. Senki nem. Mindenki mondta, hogy jaj, jó, van, hagyjál már jönni. Persze, te hülye vagy. Hát basszus, ez egy pilota játék. Igen. Érted? Most ez soha nem fogja, de dehogy nem, mert igen, majdnem kimondtam, hogy ki. De mert ő mondta nekem, és hogy igen, és ő is kapott már vissza, és hidd el, hogy az évszázad biznisz, és hidd, és levezetem neked, és gyere el, hallgass, dehogy megyek, hagyjál már. Igen, és ott érzed, hogy baj vagy, a harmadik ember küld el a fenébe, és ott érsz rá, hogy húha, mégse lesz olyan könnyű beszervezni. Ugye ennek mi a lényegem? Beszervezem majd az öcsiéket, beszél Józsiéknak, ők is belépnek. Anyám is szerintem be van, egyből fejbe lefutat 6 embert, aki tutiben van. Igen. Elmész, és a negyedik ember mondja azt, hogy hagyjál már ezzel, de hogy lépek-e, ott jössz rá, hogy valami nem stimmel, mert senki nem akar belépni. De addigra te már nyakig benne vagy. Persze. És akkor mentél és győzkedtél. Persze, és igen, győzkedtél, és természetesen mindenkiről lepattantam, és mindenki elhajtott a francba. Mi volt a termék? Volt termék? Nem volt. Tehát egy pénzügyi klasszikus pilóta játék. Volt. Így van, nagyon szerezél jó. Két embert, ők is berakják a pénzüket, ők is szereznek, és a végén te... Én voltam ilyenem. Csak pozitív, csak pluszba szállhatsz ki. És az a durva az egészben, hogy 2015-öt írunk, és ez a sztori, ez még mindig csak más néven, meg máshogy tálalva, de ugyanúgy él, és ugyanúgy beugranak emberek. Mennyivel ugrottál be? Akkor azt mondom, hogy már olyan 90-es évek közepén volt, 6 rúgóval. Hát ugye, az nem egy akkora nem pénz francia, azért. Nem a francia, nem. Postás voltam. Tehát, hogy azért... az éves megtakarítás. Jó, nem volt azért akkor itt sok pénz, de hogy azt hittem, nem. Hogy azt mondta, hogy 100 000, vagy 200 000, mert az sok pénz. Most képzeld, hogy beugrasz egy ilyen játékba, mész ugye Círmoska irodájába, hogy éppen megkapd a havi apanást egy borítékba, és azt fogad, hogy a mai nappal nem Círmoska irodája megszűnt, az iroda kiürítése került, Círmoskát a telefonján érjük el, megértésüket köszönjük. Uh-huh. És állsz az ajtó előtt, ott van bent a házad a lakásról 10-20 millió forint, és egy cetli van egy irodára, hát most gondolod, nem érdemes találgatnunk, hogy lehet. Sikerült elérni. A telefonján éred el Círmoskát, kezdenék szorongani, ugye? És mondjuk a telefonszám, ki van kapcsolva. Tehát, hogy alapvető pénzügyi ismeretek szörnyi egyébként hiányoznak, hogy nem adom el azt, ami szükséges, csak azzal játszom, ami esetleg megspórolt, és nem feltétlenül kell minden a pillanat. Soha nem adok valakinek táskában pénzt, hanem kell, hogy mögé rakjak egy tranzakciót, egy céget, egy olyat, amit lekérdezhetek, utána kérdezhetek. Átutalom. Nem utalj, vedd ki a bankból, és hozd el nekem szatyorban. Ne utalj, még a végén nyoma lesz. Én is voltam ilyen pilóta játékon, nekem egy barátom lépett be, de úgy, hogy eladta az óráját, és belépett. És gyöngyös, kiderült, ez egy szlovák cég, aki pilóta játékot csinált, és hát figyelj, be kellett menni a gyöngyösi művelődési házba, és be kellett fizetni 100 000 forint. Tehát 10 évvel ezelőtt ez nagyon nagy összeg volt. És azt látod, hogy kicsi, ilyen öltönyös, szorongó, izzadó homlokú gyerekek az anyukájukkal, idősek mennek be, és amikor valaki, ugye volt egy ilyen speaker, aki hogy be kell lépni, és meg tudod csinálni, és te vagy a legjobb, és te eladod a családodnak, és akkor jelentkezni kellett, hogy ki az, aki belép. És akkor mintha előttem ült egy gyerek az anyukájával, de láttad, hogy az utolsó 100 000 forintokat hozzá kell. Én nem mondhattam semmit, mert én a barátomat kísértem, aki volt olyan hülye, szintén belepett, mondom, bár hülye vagy, mondom, ne csináld, de ez ekkora bizis, és mindenkit beszélt. Fölállta a család, fölállították, és meg kellett őket mindig tapsolni. Tapsoljuk meg! Új, nem tudom, milyen tag, igen! 100 000 forint kimentek, becsengették a 100 000 forintot, és ők is csak azon gondolkoztak, hogy oké, hogy beléptem, de hogyan tudom majd másnak eladni. Aztán engem kiküldtek a teremből, mert én nagyon renitensen viselkedtem, mert én kérdeztem, azért megpróbáltam lebeszélni, hogy ne csináld! Ne, a végén az volt, hogy megkértek, hogy akkor legyek szíves kifáradt, mert érezték, hogy ez a dolog, ez nem biztos, hogy bánom. Tapsoljuk meg a lehető platina fokozatot, az mindegy, hogy éppen akkor még csak alpakák voltak. A platina, és
jövő. 90-es évek közepe, vége, ott azonnal összeszedtek, mit tudom én, másfél-két millió forintot, ami nagyon nagy pénz volt, és ugye ugyanaz, mint neked, hogy lép be 100 000-rel, de majd akkor szervez magad alá. Na jó, de az mondjuk a 90-es évek közepe. Tehát akkor hát ez nem alkossodtak semmit az emberek szerint. Na de hát azóta már túl vagyunk egy-két ilyen ügyön, nem? Igen. Neked soha nem volt ilyen, hogy megvan. Most egyébként a hallgatók, hogy írják, hogy ez a piramis játék, a pilóta játék, meg a piramis játék az ugyanaz. Igen, meg most tulajdonképpen mindegy, a lényeg, hogy beléptél. Igen. És hogy ugrottad el. Egyébként meg ugrott a lóvét. Hát, hála Istennek, nálam soha nem volt. Én mindig értelmes dolgokba fektettem, füstött kolbász, pálinka, és akkor ott volt átverés, egyszer a lefőzött szer nem volt olyan, mint amit ígértek, de nem, valahogy ezek, illetve nem kerültek el, egyszer megpróbáltak engem is beetetni ebbe a dologba, de én ott megálltam, amikor mondták, hogy föl kell menni valami negyedik emeleti lakás a Kovácsékhoz, vagy most már nem emlékszem a névre. Tehát, hogy se iroda nem volt, se semmi, és akkor mondtam, hogy jó van, gyerekek, hagyjuk. Tehát nekem erre nincsen, köszönöm. Nem átköltöztek a szebbikbe. Igen. Úgyhogy én megúsztam. Na igen. Na, hát szóval kemény a dolog. Érdekes. Kíváncsi, mi lesz az ügy vége? Hát itt egyelőre most nyilván mindenki felszívódott, és kész, és bottal ütheted, és hát szegények tényleg a házuk, a lakásuk, minden. Mondom, hogy szegények, ugyanakkor nyilván, hát szóval, hogy eszedbe kell, hogy jusson, hogy ha már odaadod, akkor se az tényleg, amivel a kenyeret veszed el magad elől, hanem akkor azt a kicsi megsporoltat, amit a párnaciába tartanád, és nincs baj, ha mondjuk lesz vele valami. Életveszély. Nem egy ember adta el a házat. De hogyha tényleg ez a szintű naivitás, hogy ráadásul itt még az sincs, hogy elmész valamilyen csinos kis irodába, hú, ilyen koloniál bútorok, meg diagramok, göltönyös nyakkendő, és nem, itt bementél, és akkor hogy hívják, volt Liba Pásztor lányka, porcelán a polcon, macskamászók, hogy hívják, almos láda a sarokban. Macska, jó, ez macska kiállításról készült fotók, és pedigre díjak. De tényleg megdöbbentő a dolog. Na, drága hallgatók, azért sokan járhatnak így, meg járhatatok így. Írjatok meg nekünk, hogy ki mivel próbálkozott. Az is rendben van, ha adtatok, nem kell szégyelni. Szolgáljon, ez intő példakért mindenki előtt, hogy beolvassuk az SMS-eket. Kit hogyan próbáltak berángatni, lehúzni, kinek sikerült, kinek nem sikerült, mi volt az, amit adtatok, mennyit buktatok. És azt is meg lehetne fejteni, hogy mi a titkuk. Hogy csinálják, hogy ti, akik adtatok, és tényleg elhittétek, hogy meggyőző volt, vagy azt láttátok rajta, hogy ért hozzá, vagy egyszerűen jó volt a beszélőkéje, mert hát valamit kell, hogy tudjanak. Tehát másfél-két milliárdot kiszedni emberekből, az komoly. Azért ott kell, hogy ráérezzél az emberekre, nem? Igen. Hogy legyen egyfajta meggyőző erőd, ami azt mondta, hogy hidd el nekem, vele nézze valakinek a két szép szemé, és mondod, hogy adjál nekem 5 milliót, megforgatom. Szóval azért ez nagyon kemény. Írjátok meg nekünk, jó, hogy mi történt. Ha az ember picit Balek idézőjelesen, nem kell szégyelni, küldjetek el. Hát nézzétek meg János is, hogy felvállalta. Tehát, hogy az ember fiatalon azért ezekbe bele tud lépni. Jó, küldjétek az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Pénzügyi csalásokról beszélgettünk, és arról, hogy ki hogyan, mennyi pénzt próbált már adni gyanútlanul különböző közvetítőknek, ügynököknek, mert azért legyünk őszinték, hát tényleg itt nem csak buta emberekről van szó. Sokszor magunkat is oda soroljuk, hogy talán nem biztos, hogy annyira buták vagyunk, de fiatalkorban, naivan ad az ember, vagy adott már, vagy lépett be ugye piramis játékba. De nagyon sokan. És anyák, hogy ne hangoztassam, hogy ezek az emberek okosak és buták és megérdemlek. Én ezt így nem akarom kimondani, egyrészt nem ismeri őket az ember. Kettő, hogy persze diplomával nem osztanak észt, én ezt is értem. Na de mégiscsak hát azt írja a cikk azért, hogy felsőfokú végzettsége rendelkező, jól szituált emberek. Nem feltétlen okosak. Nem mennék olyan messzire, hogy buták, igenis, és megérdemlik, és úgy kell nekik, nagyon sok hallgató írja ezt. Nem feltétlen van így, hát az ember naív, nem is ért hozzá, meg valóban ott van tényleg a mohóság. Csak egy-két dolog még ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy például Círmos azt mondta, amikor nem tudott fizetni, Círmos, hogy azért nem tud fizetni, mert a biztosítón belül, ahol ő dolgozik, egy nagyon komoly maffia tette rá a kezét a pénzre, és nem mondja ki az embernek a nevét, ezért Círmos csak bádog embernek hívta azt az embert. Nem már. Bádog ember. A bádog ember elvitte a pénzeteket, de nem sokára fizetek. Mondta Círmos, te meg ott állsz, érted? És azt mondja, hogy meg lesz a pénz. De bádog ember elvitte. Uh-huh.
Egy, de a legjobb emberét, a legjobb kopóját, Totót már utána elvitte a pénzt a bádog ember. Elvitte a pénzt a bádog ember. Ez tényleg megtörtént. És az egyik internetes portál összeszedett egy SMS-ezést, mert hogy a Cirmosnak a húga, amikor már Cirmos nem tudott SMS-ezni, valószínűleg felszívódott, vagy elkapták, vagy túszul ejtették, vagy elvitték, nem tudom, akkor már a húga SMS-ezett, és hát szívbe markoló SMS-ek jönnek tényleg például. Tehát képzeld, amikor ott van 5-10 millió forintod, és mondjuk eladtad a házadat, reméljük holnap délelőtt itt a pénz, idegülő ez a várakozás. Azt, hogy meddig kell még idegeskedni, történt végre valami? Jobban van már, kérdezik Cirmosról. Mire jön a válasz? Talán egy kicsivel. Nincs a toppon, legalább már nem olyan zavart. Ijesztő ez az epilepszia és az emlékezet kiesés. Tehát amikor ezt kapod vissza, érted? A hideg lever. Nekem? A hideg lever. De tényleg. Szóval, hát ez a történet. De most megnéztem ezt a megbízási szerződést. Az is érdekes. Csak egy mondat belőle, hogy ezt aláírod-e. A megbízási szerződés hátoldalán vezetjük a bennmaradó összeget. Mi van? Van egy és kézzel írod a másik oldalon. 14.600.000. Na, ugye kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy ti esetleg léptetek-e már be piramis játékba, vagy adtatok-e már valakinek úgy pénzt, hogy nagyobb haszon reményében egy éven, egy hónapon belül 5-10%-os kamatot remélve a kis ördöggel a vállatokon, hát sose láttátok többet a pénzt. Nagyon sok ilyen SMS van. A tanulságokat akarjuk tényleg ebből, vagy ezekből az ügyekből levonni, hogy más ne lépjen bele egy ilyen játékba, más ne kerüljen egy helyzetbe, mint amivel ti belekerültetek. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, Ádám vagyok. Hello, Ádám! Na, veled mi történt? Hát én ugyanebből a cipőből vezek, meg szerintem rajtam kívül még 150 ember. Persze, én azért nem is akarok ítélkezni, sok hallgató egyből, hogy buták, ostobák, megérdemlik, nem feltétlen van így. Az ember gyanútlan, hát kicsit talán kapzsis, mohó, és hát nem jár utána elég. A különbség az nem hiszem, hogy bennünk lenne, aki adott így pénzt. Én úgy gondolom, hogy egy kicsi jobb életreményeibe gondolkodtunk, hogy te mennyit adtál, vagy mi volt a duma, vagy hogy szerveztek? Hát én engem megkeresett az egyik ismerősöm, aki egy broker cégnél dolgozott előtte, hogy ő átment egy ilyen céghez, egy másik céghez, hogy vigyem át oda a pénzemet, ez egy 8000 forintról van szó, és ők mondtak egy nagyon nagy kamatot, úgymond, ami havi kifizetést is kérhettem, vagy tologatják előtte, és akkor egy év múlva van egy kifizetés. Mennyi volt a havi kamatra, emlékszel, hogy mennyire volt irreális? Hát ez változó, mindig azt mondták, a tőzsdétől függ. Mekkora kamuduma a tőzsdétől függ a havi kamat. Így van. Ez általában egy olyan 45 ezer és 70 ezer forint között. Atya Isten, hát az 8-10% is lehetett. Akár 8 ezer forintra 75, hát ez egy durván 8%-os havi kamat. Igen? Így van. És akkor én ebbe belementem, rendesen jó szerződést, vagyis hát én szempontomból egy normális szerződést elém ragadt, aláírtuk. Én mondtam, hogy átutalással vagy készpénzbe. Ő azt mondta, hogy készpénz, én odaadtam a pénzt neki. Ez nagyon szépen működött egy évig, másfél évig durván. Utána úgy döntöttem, hogy ha ez ilyen szépen kifizeti, akkor amit hoz nekem kamatot, azt forgassuk bele. Azt is visszaadod. Atya Isten, klasszik, annyira klasszik történet. Mennyi volt a vége? Hát 2.400.000. És most már el is tűntek, nem is fizetnek? Hát én ez idén derült ki számomra. Valaki... akik ebben benne voltak, csináltunk egy ilyen csoportot, találkoztunk egy helyen, és ott mindenki elmondta, hogy mi történt, kivel mi történt. Nagyon klasszik. Mik voltak az első jelek? Hát az első jelek az volt, hogy én felújítottam volna a lakásomat, és felújítottam, és kellett volna a pénzt. És én ki akartam menni. És akkor mindig jött a duma, hogy majd most nem tudjuk, még most nem. Hát elkezdődött a szokásos csúszás, most nem jön, nevet ki, hagyd benne, szokásos klasszik. Utána azt mondták, hogy a kormány, ezen jót mosolyogtam, hogy a kormány megkeményítette az ő dolgukat, és akkor ez miatt most nagy lesz a kifizetés, de ki kell mennünk Ausztriába vagy Szlovákiába, mert hogy az ottani banknál fogják majd ezt kifizetni. Ádám, hát köszi, hogy elmondta, tanulságos a történet, nagyon kell, nagyon kell vigyázni. Én nekem még nekem is nagy fájdalom, de például van olyan több emberről tudok, aki például beteg a gyereke, belefektette a pénzt, hogy életmentő műtétet csináljanak meg rajta, és annak is elveszett. Amikor beszálltál, emlékszel, hogy mi volt az az igazán meggyőző dolog, ami azt mondatta veled, hogy jó lesz ez? Hát ez egy barátom volt, úgymond. Itt is barát. Hát igen, egy de hát... nagyon jó közöli ismerő, vagy inkább barátom, és megbíztam benne. Persze, de hát meg kell nézni a felügyeleti szerveknél, az MNB-nél, lekérhető, hát, utána nézhető, hát annyi minden. Mai fejjel már biztos, hogy persze. Így csinálnám. Meg hát már nem is fektetnék bele, inkább. Soha többet.
Ádám, köszi. Ez nekem egy tanuló pénz volt. Köszi, hogy elmondtad. Hát köszönöm. Na, sziasztok. Ciao. Szia. Hello, hello. Na nézzük az SMS mit írnak a hallgatók. Nagyon-nagyon sok történet van, hogy kit hogy próbáltak átvágni. Banki hitelügyintéző hivatalos bankos papírok névjegykártya, ügyintéző díj 160 ezer forint, átadás átvétel papírral. Ember eltűnt, banki papírok hamisak voltak. Rendőrségen kiderült, hogy 300 ügyfél érintett, pénz sehol. Aztán hajdúbűszerűményben is kísértetésen hasonló ügy borzolta a kedélyeket, milliókat nyúltak le emberektől, egy csapat és egy dekoratív hölgy, majd én befektetem, megforgatom címmel, sokan dőltek be, azóta elköltözött a hölgy a családjával, és máshol csinálja. Biztosítónál dolgozom, nem hiszitek el, hogy milyen embereknek vannak milliói, minél nagyobb a lek valaki, annál több van neki, én már csak nevetek az ilyen embereken, van, aki 5 millió forintot adott oda egy kuruzslónak, mert azt mondták neki, rontás van a pénzen. Persze elbukta, azóta sem látta a nőt, a maradék millióit lekötette vele, nincs tele lett volna. Ezt R küldte. Hogy azt mondják, hogy van 5 milliód, és rontás, add ide, levesszük a rontást, és visszakapod. Felfoghatatlan. Igen. Ennek azért gratulálok. Igen. Nagyjából 8 éve piros lámpánál egy Cabrio Sport BMW-ből egy kimondottan dögös nő mosolygott át a következővel. Tetszik a kocsi? Neked is lehet ilyen, meg ilyen csajod is. Lámpaváltás alatt fel is vázolta az ajánlatot 15%-os kamattal. Nagyon meggyőző volt, csak nekem nem volt pénzem. És ha lett volna, meg eszem, akkor lehet, hogy simán odaadtam volna, azt írja a hallgató. Tehát, hogy meggyőző volt a hölgy, igen. Ezek a pilotajátékok és hasonló könnyen, gyorsan, sok pénzhez jutás, okosságok, világmegváltó bizniszek az emberi mohóságra épülnek, ha bár én is voltam már áldozat, ennek ellenére tud jövedelmező lenni egy ilyen. Annak mindenképpen, aki a piramis csúcsán van. Hát ez igen, az annak jövedelmező, aki elindítja. Tehát ha te már beszállsz, akkor neked kevésbé, igen. Ez nem naivitás szerintem, hanem olyan szinten szegény és kétségbe esett az ember, hogy kis haszonyt reményében képes beleugrani ilyesmibe, és képes kockáztatni a jobb megélhetés reményében. Egy gazdag országban nehezebb lenne ilyet véghez vitni, ott tényleg a naív emberekből lehetne kicsikarni pénzt. Hát Zoli, azért 10 millió, ha van, akkor szerintem nem vagy a klasszikus szegény kategória, ha 10 milliót így be tudsz dobni egy ilyen. Na igen. Mindig vannak ilyen csalók, nem tudom, hogy tudják újra és újra megcsinálni. Az emberi hülyeség határtalan, hogy mindent elhisznek, pedig csodák nincsenek. A baj, hogy a többi ember és a korrekt pénzügyi szakemberek, mint mi is, mi maradunk nehéz helyzetben. Egy valós szakembernek igazolni kell magát, ellenőrizheti az MNB-nél egy perc alatt. Ma már a csalókat is könnyen lehet kiszűrni, könnyen ki lehet szűrni, ezért érthetetlen a dolog, írja Ádám. Hát igen, de lehet olyan beszélők, hogy olyan fellépési, olyan meggyőző érvekkel rendelkező ember, aki tényleg be tud rántani valakit. Mert de ez kell, ha én indítanak el a pilotajátékot, tetszik a mackó föl sem? Látod a tornacipőm? Te is szeretnéd ilyet? Nem? Akarsz te is békávízni? Látod ezt a villamost? Oda nézd mekkora, sárga, menő, mi? Persze, de pontosan tudod, hogy mit kell mondani, pontosan tudod, hogy azért az megtanulod, hogy mekkora összeget kell mondani, milyen életet kell vázolni, hát hány olyan emberrel ült le az embernek. Nátok nem volt én leültem egyszer egy gyors étterem, egy biztosítási ügynökkel, aki lerajzoltatta velem az életemet. Hogy mit szeretnél, hogy mit szeretnél? Hova szeretnék eljutni? Mekkora házat szeretnék? Milyen autó? És én sose felejtem el, ültem a Vörösvári úti Mekibe, és rajzoltam a házat. Ez egy bocsánat, ez egy szépet rajzolt. Ez nagyon jó. És a felén jöttem rá, hogy Jézus Isten, ez bolond. Rajzoljál. Hova látja magát? Igen. Hogy látja magát? Elnézést, ez mi? Bentley? Nem? Azt a Martin? Akkor jó. És rajzoltam a házat. Ekkor házat akar? Ön nem elég nagyra vágyó. Tudni kell, hogy mit akar az ember. Rajzoljon mellé meg egy fészert. Nézze rám, mondta, ült egy négy számmal nagyobb ilyen telesportzöld zakóba, egy nagyon ronda barna nyakkendőbe, fehér zoknival, és én meg ott rajzoltam neki, mert valamelyik barátom mondta, hogy menjek el, gyerekek, tuti biznisz. Fél óráig csak rajzoltunk. Mondom, ez valami jobb agyféltek, és ilyen rajzolási tanfő. Le kellett rajzolni mindent. A családot. Hol lesz a jövő? Milyen a jövőképet? Mit akarsz? A csávó, ha egy picit is hülyébb vagyok, szerintem, tehát megveteti velem a Vörösvári úti McDonald's-ot azonnal. De tényleg, elképesztően jól nyomta. Sose felejtem, hogy ott ültem és szűkölve rajzolt. Rajzolja mindent, ami a vágyik. De tényleg mindent. Egy fát, egy gyökeret, a családját. Ez mi? Hál' annyi ez a bolonyi? Nagyon aranyos kiskutyám. Rajzoljon mindenki kettő. Nem volt ilyen, hogy le kell rajzolni, nem futottatok bele én ügynökbe, aki rajzoltatok? Ki ez a távoli pici autó, nekem az autóra rá kellett rajzolnom a felségjelzését, vagy hogy hívják, a márka jelzés. Mit akar? Milyen autó? Ez jó, ezt látom, hogy autó. Na, Ferenc, rajzolj egy Esmercit. Az S-kupé, rajzolj el az új S-kupét. Nem tudok ilyen szépen rajzolni. Jól látom, hogy ez a Lada Toyota-nak a jelen. Mi az? János, egy Dacia Duster. Utya!
Ne vicceljen már! Hát igen, érdekes. Egyszer jelentkeztem egy álláshirdetésre, öltönyös, hiányos fogazatú, zsíros hajú, igénytelen ember volt, aki tartotta az interjút. Természetesen piramis rendszer alapú munka lett volna, amit a hirdetésben elfelejtettek leírni. Nagyon hiteles volt a fószer, állítása szerint tanár volt egy egyetemen, de ott hagyta ezért az állásért, mert a többszörösét lehet megkeresni. Mikor kérdezte, hogy mennyit szeretnék keresni, mondtam, az előző munkai fizetésemet, felnevetett, azt mondta, hogy oda olyan embereket keresnek, akik nagyon sokat akarnak keresni. Nem akartam munka lenni, végighallgattam, majd mosolyogva leléptem. Írja nekünk egy másik hallgató. Hát igen, érdekes. Érdekes történetek ezek. Na, hát mindenkinek vigyázni kell, reméljük, hogy ezen példák azért megmutatják, hogy óvatosnak kell lenni. Nem? Hogy kérdezz meg valakit, hát ha van a környezetedben egy okosabb ember, mint te. Amikor ilyennel megkeresnek. Legalább. Na, igen. Nem? Vagy igen, nem? Mondjuk hozzáteszem, én már olyanról is hallottam, hogy konkrét biztosítási ügynök vagy, és a környezetemben volt olyan konkrét biztosítási ügynök, vagy banki alkalmazott volt, aki betekert valakit, és neki meg az adta, ugye? Hát olyan is van. Tekintélyét, hogy egy pénzintézetnél dolgozott, és egy jó nevűnél, és nem broker cégnél. Igen. Na játszunk, itt van a játékosunk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Dóri vagyok. Hello, Dóri! Honnan hívtál minket? Hát én most tartok Debrecen felé, a 47-esen. Ó, a 47-esen, Debrecen felé. Ott tanulsz? Igen, és most a szakdolgozatom bírálatához. Ho-ho-ho! Hoppá! Indulok éppen. Hoppá! Akkor csinos vagy? Hát, majd. Még reggel van. Még reggel van, de majd az leszel. Jól van. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó? Jó. Boomot játszanak? Boomot játszanak. Lehet. Majd bombát játszanak. Na figyelj, ez egy sorozat. Jó, amit ki kell találnod. Egy amerikai sorozat. Hallgass meg. Hát ez nem is annyira nehéz. Nézel sorozatokat? Hát nézek. Mutatjuk még egyszer. Húha. Kicsit hosszabb részletet mutassunk? Egy picit. Figyelj. Nem tudom. Nem tudod. Milyen sorozat? Amerikai. Orvosi. Orvosi. Orvosi dráma. Azt írja. 11 évada van már. A vészhelyzet? Nem. Hát akkor megmutatjuk, illetve elmondom neked. Lehet, hogy nem nézted egyébként, vagy nem nézted. Ez a Grace Klinika. Nem néztem, sajnos. A büdös életben. Én sem láttam belőle soha egyetlen egy részre, de a neve alapján nem is akarok. Hát, hogy ez a neve Grace Klinika, nem akarom megnézni. Nem? De biztos jó, mert hogy nagyon népszerű az Amerikai Egyesült Államokban, adják itthon is. Itthon igen, is megy. Megy. Igen. Biztosan. Hát, ez most nem sikerült, Dori. Sajnos. Majd a szakdogám sikerül. Na, legyen így, ezt kívánunk. Jó? Köszönöm. Köszi, ciao. Sziasztok. Hello. 4 perc pontosan, 8 óra jövünk Gáborral a hírek után. Hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, Ákos dala után. Hát ez Ákos. Ákos kedveljük. A régi Ákost még jobban kedveljük. De mostani Ákost is nagyon kedveljük. Én az átmeneti Ákost is kedveltem. Az új Ákossal is egyébként kijöjjük békül. Igen? Én már minden Ákost kedvelek. Úgy általán. A régi túljat. Jóság. Szegény mindig azt, hogy a régi Ákost, olyan jó dolog, régi Ákost. Régen jó voltál, de most... Hát ezt hányszor hallják a nagy öreg zenészek? Ezt mindenki megkapja. Megkapja a tankcsapda, megkapja mindenki. Hát igen, tehát hogy... Most egy összehasonlítod ezt egy régi Ákos dallal, akkor a régi Ákos dallok jobbak, mint ezek az új Ákos dalok. Nekünk, aki most kedveli meg Ákost, annak meg az, hogy mi ez sokkal a jobb. Igen. Igen. Azoknak a régi Ákos nóták nem jelentenek semmit, érzelmileg nem kötődnek hozzájuk, nekik az a múlt. Viszont ez új Ákos. Hello, szia, te régi Ákosos vagy új Ákosos vagy?
M1 lévényi lehajtó előtt hídomban egy trafitomi küldte nekünk, a Gödi emelkedő után Pest felé a rend, Éber őrei drága fotókat készítenek, Dorina üzente, köszönjük. Aztán az M5-ös Szeged felé vezető oldalán a Debasi lehajtónál szintén van egy trafi, vigyázzunk üzeni Csé. Valamint hármas karambol van az M5-ös bevezetőjén, ezt Laci üzente. Aztán azt mondja, hogy Grace Klinika bakker, soha életemben nem hallottam, pedig nézem. Aha. Hát igen, az volt egyébként tényleg, ez a Grace Klinikának volt a főcím dala. Nyíregyházán a Debreceni úton trafi a Debrecen felül érkezőket, méri Kacki üzente nekünk, Tisza Örs belterületén sztárfotó készíthető, üzente Judit. A Lébényi hídnál a híd tetejéről mérik a Budapest felé haladókat, mindenki vigyázzon, Árpi üzente. Aztán Szerencs belterületén kiállt a trafi, és mérik a Sárospatak felől jövőket, ezt Oli küldte nekünk. 140-es kilométernél az M1-esen szintén trafi, a 61-esen Kaposvár felé szintén mérnek. Hát, megszállt minket a yard, ez a helyzet. Zajlik az élet. Zajlik az élet. Én nem tudom, hogy ez mitől függ, hogy ezt csak vajon kizavarják őket, mert van olyan, amikor egész adás időnk alatt összesen mint a 3 trafi jelentés. Nem, nem gondolnám, hogy nem mennek arra hallgatók. Tessék? Akkor jobban elbújnak, tudod, akkor nem veszik észre őket a hallgatók, igen? És nem tudnak jelenteni. És most ma azt mondják, hogy ma ne bújjatok el, igen, nagyon. Ma legyen egy ilyen nyílt nap. Ma nyílt mutassátok meg magatok, hogy nyílt nap van. Tényleg? Igen, most ne törődjünk az álcázással. Legyünk nyílt sisakkal, játszunk nem sokára december, itt az év vége. Nem tudom, hogy állunk. Nézzetek után. De hogyan, hogy központilag azt mondják, hogy ma jól trafizni nem kell, menjetek, vagy minden őrsön az őrvezető, vagy az őrsvezető felüvölt, hogy trafi! És kirajzanak? Kirajzanak? Vagy központilag jön egy e-mail, hogy ma mérünk. 3000-hoz, hogy az a számú Tonhauser? Őrs? Mi vagyunk ma? Tehát honnan tudja a trafizó, hogy neki menni kell központilag? Mert nem létezik, hogy egy nap jön 100 SMS, és mindenki arról harsog, hogy vigyázzatok, mindenhol lépte nyomon trafi. Van, amelyik meg tök nyugi van, és jön összesen 2. Központilag van egy leosztás. Rajzás van, indulás. Így van, és van szabadon választott is. Tehát igen? Ha van még szabad hát kolléga és gép, akkor... Akkor menni kő. Menni. Bizony. Menni kő, azt hát, mérni hogy kő. Valami bepipult az őrsparancsnok, ez kizavart mindenkit trafizni. Mi ez a kuplerájt megint? Mi ez a kartoték? Ezt a jelentést még nem fészte senki? Ki ez a parabellum? Na, mindenkit akar a nyoki trafizni. Erre mondják, hogy János, ez nem a te asztalod. Ezt lecsukattim. Kötél, 5 év börtön. Ne, ez nem a te asztalod. Így van. Ahogy volt, hogy a csupasz fészt. Ilyen azon bizonyítok, akik kell elrügyben? Furcsa, 2 évvel ezelőtt bevégezte villamos szín. Jaj, de szeretem, különleges, hogy aztán csupasz biztos, hogy úristen, úristen, de jó. Na jó van. Gyerekek. Több tiszteletet. Már eljött hozzánk az az ember, ja, aki 4 éve nagyon régen volt, nem volt nálunk. Nagyon hiányzott. Ja, rámadtam, de körültem neki. Már majdnem megcsikiztem, mikor odaléptem hozzá. Kezdett fogni. Itt van ő. Egy picit beteg volt, elment a kis hangocskája, de jelentem meggyógyult. Biogabi. Biogabi, ahogy mostanában hívom. Úgyhogy reszkesetek, mert eljött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Gábor! Jó reggelt, szervusztok! Hello, Gábor! Megvan a hangom, köszönöm szépen. Egyébként nem voltam kifejezetten beteg, hanem a hangszálaim döntöttek úgy, 3 előadás után, amikor nem kaptam mikrofont, valami oknál fogva, és kikiabáltam magam. Ha valaki hogy... nem akarta azokat az előadást. Megengedték az előadást, igen. Igen, úgyhogy dolgoztam meg, aktív voltam. A Magyar Hentesek szakszervezete elvágta a kábelt, a kihangosítás kábelét, és azt mondta, hogy ebben a városban te nem állsz színpadra. És ezért, jaj, egyelek meg, kiabálnod kellett. Egyelek meg. Hát ezt mondta, igen, te aranyoskola, kicsit megfogja a pofazacskóját. Mert itt az előadóban mondták, Gábor, nincs mikrofon, és akkor nekiálltál kiabálni egy kicsit? Nézd, van olyan hely könyvtárakban, ahol 50-60-an eljönnek, és nincs mikrofon. Elvileg nem nehéz bekiabálni egy ilyen kis helyet, de azért a 2-3 órás előadás, vagy beszélgetés azért meg hozza maga a gyümölcsét, úgyhogy
mondtak nekem mindenféle módszert, az előadások arról szóltak, hogy úgy érezték a hallgatók, hogy nem olyan az orgánom, mint kellene, és jöttek a végén őszinte sajnálkozó pillantásokkal, cukros tojás sárgája, a legkülönbözőbb tanácsok, kezembe adta különböző raktapaszokat, mit kell hova ragasztani, úgyhogy volt itt minden, kaptam tanácsokat. De magától gyógyult, azt mondom. Az a legjobb egyébként. Az a legjobb. Hogy tetszik az új beceneved? A Biogabi? Biogabi. Hát most így hívlak. A Mr. Puliszka és a nem tudom mi volt, fülesbárom. Sok minden voltál, most nekem egy-két hete Biogabi vagy. Én hívlak. Én a hátad mögött csak lányosnak érzem, de kedves azért. Nem, nekem van Gábor ismerősöm, akit szintén Gabinak hívunk, nem Gáborozzuk Gabi. Úgyhogy Biogabi. Már valahogy én ezt most szeretem Biogabi. Egy picit jobb talán, mint ami volt. Jobb, mint annál a jobb lehet. Úgy érzem, hogy nem szereted a Mr. Puliszkát. Mr. Puliszka. Picit behatárolt. Kukoricáról amúgy is kevesebbet beszéltünk, de inkább akkor zab lett volna, Mr. Zab, de mindegy. Én a hátad mögött csak a mi Zabi gyerekünknek hívom. Ugye, és egy-egy előadásra már úgy csempésztek be téged, mint az ilyen amerikai filmekben lehet látni, amikor a bíróság ugye kimondja az ítéletet, az esküdtség visszavonul, és állnak nagy transzparensekkel, és tüntetnek, hogy mentsék fel, ártatlan, ártatlan, és az ügyvédeket és az esküdteket becsempészik. Így van már, hogy te is bemész valami titkos alagúton, ott pedig áll a hentesek szakszervezete, a húsipari vállalatok szakszervezete, és hatalmas táblákkal. Veszek Gabi kiabálással? A valóság az, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Úgy képzeljétek el, hogy a Rióra készülő olimpikonok közül is nem egy, nem kettő jelentkezett, és kapcsolatban vagyunk. Úgyhogy ha Rióban jövőre jó eredmények lesznek, akkor szabad majd erről beszélgetnünk, hogy mennyi lesz. Hogyne. Ugye ünnepeljük majd az olimpikonokat és a zabkását. Mondjuk érzek egy pici óvatosságot, ha meg nem lesznek eredmények, akkor nem beszélünk róla. Hát akkor nem az étkezés. Akkor erős volt a mezőny. Erős volt a mezőny. Akkor nem beszélünk az zabkásáról, Hajdináról, Kölessről, ha jönnek az érmek. Ha jönnek az érmek. De nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy verseny élsportolók is állnak át. Nyilván van, ahol egy élsportoló mellett dolgozik, ugye táplálkozási szakember, de ez nem mindig így van, és ezért segítséget adunk, és segítünk abban más szakemberekkel együtt, hogy hogyan tudnának jobb teljesítményt adni. De jó, húsmentesek lesznek? Bocsánat. Ja, igen, húsmentesek lesznek a sportolók? Nem, de okosabban fognak működni. Tehát a vércukorszint beállítás, ugye ez a kérdés nem alapvetően a húsról szól, hanem a teljesítmény hátterében. Kicsit, igen. De a teljesítmény hátterében a vércukorszint, ugye az erőllét, a sejtműködés, abban egy csomó minden más is benne van. Úgyhogy sportolók, laikusok, tehát nincs arról szó, amit Balázs mondta, hogy el kell rejtőzni, ellenkezőleg emelkedik. És nagyon helyes. Hát dolog. Tudod, hogy abszolút támogatlak. Ebben ti is igen segítettetek, igen. És is fantasztikus, azt gondolom, csak hát most egy-két rossz hírt is mondok, mert ugye ugyan én nem voltam, de helyettem a WHO. Na, dolgozott. De hát ezt akartam mondani. Igen. Nem tudunk elmenni, más témával készültünk a hétre, mikor múlt héten ugye javasoltam Julinak, hogy mit írjon neked, hogy mivel kellene még foglalkozni, ugye te is mindig küldesz témát, mindig egyeztetünk, de hát megbízott ember egy a WHO-nál, hát hogy is mondjam, odavágtak, és hát népcsoportok keltek fel a WHO ellen. Indulnak el kasszával, kolbásszal a kezébe. Teszem hozzá egyébként jogosan, mert miért kell állandóan ezt a kolbászt, meg ezt a szalonát bántani. De hát a VH odavágott. Oda, és ezzel kihúzták a gyufát erősen. Nem a Greenpeace, nem a humusz, nem a különböző zöld szervezetek. Tehát nem kevesebbről van szó, mint a World Health Organization. Hoppá! Fantasztikus. Értitek? Igen. Hoppá. Tehát egészségügyi világszervezet, tehát nem én beszélek, ő beszél. Aha. A pálcolt és feldolgozott húsok ugyanabba a kategóriába kerültek, mint az azbeszt, az arzén, az alkohol és a dohány. Jó, ez ideig nagyon szép. Gábor, most, hogyha valaki a hírt már elolvasta, várom akkor azért felsikoltott. Ugyanis nem, tehát hogy értelek, hogy ugyanabba, viszont akkor elmondom neked, hogy ebben a kategóriában benne van a napfény is.
A napfény is benne van, de hidd el, hogy benne van. Az is lelkotokhoz? Így van, ugyanis a napsugárzás, hogyha te kifekszel húzamosabb ideig, mondjuk egész nyáron keresztül a Szaharában fekszel egy ilyen csővel a szádban, ami vízet azért kapsz, akkor nagy valószínűséggel neked majd bőrrákod lesz. Jó, csak bocsánat, hogy megszakítom ezt a vitát, csak hogy eltértünk a tárgytól. Talán nem mindenki tudja, feltételezzük, hogy miről is van szó alapjában, azt egy mondat erejéig azért mondjuk el, mert ugye hát tényleg most ettől hangos minden médium, és mindenki erről beszél, csak hát talán néhányan nem is biztos, hogy tudják, hogy mit mondott a WHO, hogy tegyük őket képbe, és aztán egymásnak esettek, meg mindenki mindenkinek neki esett, és verekedtünk egy nagyot, csak hogy mit mondott a WHO tetszik. Egy mondatban. A verekedés tetszik. Okay, a WHO azt mondta ki, hogy a füstölt, pácolt húskészítmények, ezek közül is a sonka, a kolbász és a szalonna komoly, közvetlen, elsődleges befolyásoló hatásúak a vastag bélrák kialakulásában 18%-kal növelheti a kockázatot. Tehát nyilván nem minden húsról beszél, sőt, még a vörös húsokon belül is a füstölt, pácolt húskészményekről beszél. Sőt, úgy ahogy mondtam, az azbeszt, alkoholizálás és a dohányzással egy szintre hozza a füstölt, pácolt, vörös húsokat. Gábor, nem mondjuk ezt, az a baj, mert ez vakítás. Az a baj, hogy ez... Akarsz róla beszélni? Igen, mert ez vakítás. A WHO-val beszélsz, most nem velem. De veled beszélek, meg azokkal, akik ezt a jelentést így tolmácsolják, mint te, hogy mostantól kezdve a füstölt hús az ugyanazt jelenti, mint a dohányzik az ember. Még egyszer mondom, ugyanebben a kategóriában ugyanúgy nem javasolja a WHO, hogy napozz, mert jó, az bőrrákot fog okozni. Igen, de várjuk meg a dolgot. Azért ez más, mielőtt tényleg dohányzol, megrohannak bennünket kolbásszal a kezükben, és agyonverik itt a pénzverdét, és brutális párbai sonkákat vágnak hozzánk a felületek. Agyon Vadoni Jánost, a klasszikus műsorvezető. Igen, a hentesek szakszervezete megrohamozza a székházat és felgyűjtetet. Válasszuk külön a dolgot. Ugye elsősorban a WHO sem azt mondja, és azt mondta, hogy a hússal van a baj, és mindenki legyen vega, és táplálkozzon fénye. Hanem azt mondta, hogy a hús készítés folyamata alatt, de hát Gábor ezt majd sokkal jobban tudja elmondani, belekerülhetnek olyan vegyipari dolgok, és nem azt mondom, hogy vegyszerek, de olyan dolgok, ami nem a hússal alapjában van baj, hanem a húshoz hozzáadott ipari kémiai készítményekkel, amik azt a célt szolgálják, hogy szebb színű legyen az, amit te a pultban látsz, hogy ne fehéredjen be a hús, hanem megtartsa a vörös színét. És hát ugye egy csomó olyan dolog kerül bele, ami nem biztos, hogy kellene a szervezetednek. Nem a hússal van a baj, hanem okay, a húshoz hozzáadott rengeteg vegyipari termék. Csak Gábor most nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy a füstölt kolbász például ide tartozik. Nem, a füstölt kolbászban elárulom neked, hogy semmi nincs, mint jó minőségű sertéshús, a négyféle fűszer és a füstölés. Abban nincs jó, semmi olyan tartósító, pali, hát, amiről te beszélsz. Igen, csak itt a füstölés maga. Na mondjad, Gábor. Lehet, hogy félértettél. Egy éves nemzetközi tudományos vita után hozta meg a döntését a WHO rákutató részlege az új besorolásokkal kapcsolatban. Tehát ezt nem hétfőről kedre megálmodták. Ez egy, tehát rengeteg szakember, professzor egymással való kommunikáció, beszélgetés, a vitája hozta meg. És ugye itt ez nem azt jelenti, hogy most volt húslobbi, meg nem húslobbi, hanem itt független szakemberek beszélgettek egymással. És mit mondtak ők, hogy mi a káros a füstölésben? Azt mondták, hogy a vörös húsok fogyasztása eddig sem volt mindennapi szinten javasolt a hasnyálmirigy és a prostata rákhoz való kapcsolata miatt. Tehát most azt mondom, hogy ez most olyan szempontból nem egy teljesen merőben új hír, mert az, hogy a vörös húsok, főleg a füstölt húsok és a rákbetegség között van kapcsolat, megmondom őszintén, ezt téréktől fogva olvasom és hallom külföldi hazai szakirodalmak egyikében, másikában, de aki minden nap fogyaszt, ez a lényeg, 50-100 g, tehát 5-10 dkg füstölt hús, szalonnát, kolbászt. Kérdés, hány szelet kolbászt számít 50 g-nak? Ezt le lehet mérni, 50 g kolbászt, ez azért egy viszonylag mérhető egység. Szalonnát, kolbászt, mert azért valaki este nekiül, ugye egy rút kolbásznak, akkor, vagy egy szál kolbásznak, hogy nevezik ezt? És ugye ott simán 500 kérdezte cinikusan Gábor. Na jó, de azért több száz éve esszük ezt. Hát akkor a WHO jelentése után tulajdonképpen a Kárpát-medencében már ki kellett volna, hogy halljunk. Hát azért ez a magyar társadalomhoz a füstölt kolbász, a füstölt sonka, a húsvét, a disznóvágás, hát azért hosszú-hosszú ideje hozzátartozik. Mondjuk a rák kialakulása, mert azért ott genetika is közrejátszik. Hát nyilván nagyon-nagyon sok minden. Az érdekesség az, hogy évekig azt kommunikálták, hogy a rákbetegségekben az étrend igazán nagy szerepet nem játszik. Évekig ezt hallottuk, legalábbis a nagy
nemzetközi szervezeteknél sokáig. Aztán jött az, hogy de mégiscsak, és most jön ez a jelentés, egyébként Balázs a gondolatodra reagálva antioxidáns. Egyetemen a professzor azt mondja, hogy a kedves kollégák lesznek szívesek a füstölt termékek mellé savanyított káposztát enni. Uh-huh. Ezzel le van zárva a szakmában ez a kérdés, hogy a C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin köti le, és a szelén köti le azokat a gyököket, amiket a füstölt kolbászból, szalonnából veszünk fel. De hogyha valaki ma eszik hozzá egy kis darabka hagymát, vagy egy paprikát, abban alig-alig van valami. Ugye, de ott vannak a színes paprikák, a kápia, a vitamin, stb. Tehát hiányzik a C-vitamin, hiányzik az E és az A-vitamin és a szelén, ugye hazánkban főleg, amivel a gyököket le lehetne fogni. És valljuk meg, egy hentesnél nincsen kiírva, hogy csak akkor vásárolhat, ugye itt füstölt kolbászt mellé, legalább 10 dekagram. Hát akkor könnyen meglátsa már. Ez meg a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett érve. Ez csak két dolog, a WHO nem saját kutatást végzett, hanem összesített nemzeti kutatásokat osztott meg velünk. Nem azért van egy kategóriában az aszbesztel a kolbászt, mert hogy ugyanannyira rákkeltő, hanem a bizonyossága a rákkeltésre azonos, de ettől az aszbeszt, a hús meg a cigi más mértéket képvisel. Igen, de a lényeg ez, tehát, alapvetően nem változtatom. Oké, csak ne szajkózzuk. Nem jó, gyerekek, mert ez butaság, amit mondunk. Hogy ha dohányzol, vagy ha kolbászt teszel, ugyanúgy meghalsz rákban. Ez nem igaz. De hát azért a WHO se ezt mondta. Dehogy tehát, nem. Hát hogy Gábor nagyobb lehet a kockázata a vastagbélráknak és a prostataráknak. Nem azt mondta, hogy kolbászt teszel, megdög lesz rákban. Azt mondta, hogy a Gábor is most azt mondta, hogy a kolbász ugyanolyan veszélyes, mint a dohányzás, vagy az aszbeszt. Nem csak abba a kategóriába került. Abba a kategóriába került, azért ez nem ugyanaz. A jelentés azt állítja, idézem, hogy napi 50 g feldolgozott hús, gondolatjel, kevesebb, mint 2 szelet szalonna, gondolatjel bezárva, 18%-kal növelte a vastagbélrák kockázatát. Oké, okay. Nézzünk egy-két olyan vegyipari dolgot, ami hozzákerült. Tehát most tényleg a füstölt kolbász azért ez egy jó dolog. Itt senki nem azt mondja, hogy ne együk. De azért azt tudjuk, hogy amikor a feldolgozott húsipari termékek a hentes pultra kerülnek, egy hiperbe kerülnek, rengeteg minden van hozzáadva, amit te adsz a gyerekednek, hogy ne romoljon meg, hogy mivel tartósítják, hogy mivel tartják életben például a színét, hát ezek vegyipari termékek, azért erről beszélhetünk, hogy a sonka egyébként fehér színű lenne, hozzáadnak valamit, gyönyörű rózsaszín lesz, adod a gyereknek, igen, azt mondod, sonkát eszik, nincs baja. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy kolbász megfüstölöd és nem adsz hozzá semmit, szerintem tényleg azzal van a legkevesebb baj. De rengeteg egyetlen minden kerül hozzá, igen, azért. A kész húsáruhoz, amit ha megnézel, hogy mi van tényleg, csak egy ilyen lefóliázott sonkában elolvasod, hát E-betűk tömkelege. Igen, ezzel tökéletesen egyet is értem. Szóval azért erről is kell beszélni, mert itt nyilván ez is veszélyes lehet, sőt az igazi veszély szerintem inkább ez is, nem egy jó házi készítésű füstölt kolbász. Még egy dologra visszatérnék, az általad és a WHO által szajkózott 18%-ra, mert erről például most mindenki azt gondolja, hogy magát a rákosodás esélyét 18%-kal növeli meg. Akkor elárulom nektek, hogy ez a 18% nem abszolút mérték, hanem van egy 5%-os alap, és erre jön rá. Tehát ha én füstölt kolbászt eszem, akkor az 5% helyett, ha nem dohányzom, ha mozgok és nem iszom alkoholt, 5% esélyem van rákosnak lenni. Ha ehhez füstött kolbászt eszem, akkor 6,5%-ra megy föl az 5%. Nem megy föl az 5 meg 18, 23%-ra. Jó, de tehát, te most egy kicsit leragadtál a füstött kolbásznál, de azért mert nem csak, tehát nem csak egy típusú hús termék, nem a füstött kolbásznál ragadtam le, hanem egy olyan felmérésnél, amit most az ország egy bizonyos része szajkóz és rosszul szajkózza. Aki eddig eszik, abban pedig, is fogja. Abban meg igazad van, hogy nem akarok leragadni, hogy a mindenféle, és a Gábort, én ezért kedvelem, hogy ő mindig elmondja azokat a dolgokat, hogyha egy csomó E-vel megtűzdelt kaját eszel, ha tartósított eszel, az rossz lesz. Igen. Ez nincs, csak itt a nemzetileg mentünk rá egy olyan dologra, hogy jó, kicsit abban is biztos, hogy hát a fél kenckor rágyújt az basszus. Ezt ne felejtsétek el, hogy ezért van az egész. Hát csak rágyújt az a rohadt életben, és nem kell kopasznak lennem. Na, de hogy beszéljen Gábor, csak egy-két dolgot mondja tényleg, hogy már sokszor beszéltünk erről, de nem. Mert azért a régiek, ha már régieknél tartunk, ugye ott egyrészt ugye tetemes mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt fogyasztottak, másrészt azért a földeken
javítsatok ki, hanem így volt, a földeken fogyasztották ezeket. Nyilván volt, aki este is nekiáll, de az nem volt egészséges. És a földeken, amikor elfogyasztották ezeket a füstölt cuccokat, kenyérrel, hagymával, egyebekkel, utána nekiálltak még egész estig kapálni. Tehát aki ilyesmit fogyaszt, azt mondom, hogy akkor hasonlóképpen valami fajta edzés, sportot végezzen, mert el fog égni. Ha elég a vérben, a keringésben ez a termék, akkor nem fog lerakódni, nem fog bajt okozni. A vastagbél betegségek oka emellett a rosthiány. Ha egy füstölt hústermék mellé nem viszek be rostokat, akkor besül. Úgy nevezik, hogy besül, tehát székfekedést okoz, és a vastagbélben órákkal többet tartózkodik. Tehát nem mindig csak önmagában ez a probléma, hanem mellette, hogyha emelnénk a rostbevitel, gyümölcs, zöldség, párolt zöldség, diófélék, és a teljes kiörlésű gabonák. Uh-huh. Tehát például, ha valaki netán fogyaszt szalonnát, kolbászt, és mellé kitűnő jó rozscipót, vagy teljes sörlés kenyeret fogyaszt, egészen más a hatása a bélben egyébként. Tehát itt a fehér kenyér kérdés is felmerül, antioxidáns felmerül, és valaki hazamegy este, tök stresszes, a bélrendszere már szinte alig él, meg a hasnyálmirigye, és este nekiáll egy ilyen terméknek, az is más, hogy hat. Mint a régiek, ugye frissen ügyén kimentek, dolgoztak. Igen, hát ezért ilyen érdekes, hogy a régiek is ezt tették, ezt 90 évig éltek. Ledolgozták, ugye konkrét fizikai munkát végeztek, rengeteg szénhidrátot, zsírt, cukrot égettek el, azzal nem irodai munkát végeztek, földeken dolgoztak, tehát te is mondasz, hogy más volt 100 évvel ezelőtt. De a Feri sem kapál napi 12 órát. Tehát őt... Én egész más csinálok, Gábor. De én nem eszem... De Gábor, az a baj, hogy én nem eszem, tehát, hogy én nem eszem meg egy szál kolbászt önmagában. De minden nap nem szalonnál. Érted? Tehát, hogy nálam van zöldség. Bármilyen hihetetlen, érted? De most nem csak rólad beszélünk, Feri, vonatkoztas már el magadtól. Nem csak rólad és a te fogyasztásaidról beszélünk, hanem egy országról, és arról, hogy az ember hazamegy 10-kor, és neki áll kolbászt tenni. Ne vegyél már minden magadra. Nem vesz tőle. Most szólt, nekem szólt. Hidd el, hogy nekünk. Szólt neked? Mi van, paranoiás? Nem vagyok. Nekünk az utolsó mondat, nagyon fontos, Feri, a te vastagbeled, de most itt mindenki vastagbeléről beszélünk. Írgalmatlan jó a vastagbeled. Nem arról szól, hogy Rákóczi Feri betérdel a hűtőre, ez kolbász zabál este 10-kor, hanem a nagy magyar átlag 8-kor hazamegy, és tényleg. Most azért, mert neked gyerekkorodban nem cseresznyét akasztottak a füleidre, hanem kolbászt, meg egy sonkát. Mit adnak a párizsihez, mit adnak a sonkához? Egy-két, csak egy-két terméket, egy-két vegyipari dolgot. Mondj nekünk, nitrites, pácsó, mit tudom, mert annyira dermesző dolog van, mitől lesz szebb színe, hát azért ezek tényleg vegyipari termékek. Jó, csak föl kell, hogy ébrednem, a Feri mondta, hogy ő a magyar átlag, és ezt még emésztenem kell. Biztos, hogy ez így van. Jó. Én akarok lenni a magyar átlag, érted? Én akarok a magyar kolbász evők szája lenni. Végül is most már nem dohányzol, úgyhogy ez a lehetőség adott lesz. Oké. Nyilván a húsnak vannak előnyei és vannak hátrányai. A Balázs kérdésére visszatérve. Igen, vannak gyors érlelésű, gyors füstölésű, na, túl nitritezett, túl nitrátozott termékek, ahol kifejezetten magasabb a kockázat. De azért ez a jelentés, ez nem alapvetően önmagában csak az ipar, hanem itt másról is szól, tény és való, hogy a szakma fölemeli a szavát, és a húsipar is pláne a rossz minőségű hústermékek ellen. Ez tény. Vannak jó minőségűek, vannak rossz minőségűek, a rosszabb, gyengébb, silányabbak, gluténfehérje, módosított keményítő, különböző egyéb állományjavítók, ugye túlsózzák. A nemespenészeknek idő kell, hát rettentő sok idő kell, mire a nemespenész azt a téli szalámi aromát kialakítja a termék felületén. Én megőrülök, amikor azt látom, hogy tehát egy sonkán, de van nemespenész. Füstaroma. Van nemespenész aroma is. Füstaromát adnak hozzá. Tehát nem, nincs idő megfüstölni, nem füst aromát adnak hozzá. Beinjektálják, magasabban nedvesség, tehát gyorsabban romlik, nemespenész aromák vannak, tehát hogy úgy tűnjön a termékből, hogy ez fantasztikus, sokáig érlelték, ehhez idő kellene. Tehát én megértem, amit Feri mond, hogy vannak a kiemelkedő prémium kategóriás termékek, azért valljuk meg, Magyarországon egy kis nyugdíjas, most így fogalmazom, közhely, mit fog venni prémium kategóriás téli szalámit, vagy pedig egyszerű, gyors élelésű. Persze, gyerekek, hát vannak a vidéki emberek, akik megtermelik maguknak, akik jót csinálnak, jót állítanak elő, és azt teszik meg. De azért van egy nagy átlag, aki bemegy hiperbe, bemegy közértbe, megveszi a párizsit, megveszi az előre szeletelt lefolliázott sonkát, és ők vannak többen. El se olvassa, és ők vannak többen. Tehát én róluk beszélek, és őket védem. Tehát aki magának megtermeli, megeszi, felfüstöli, hát milyen szerencsés helyzetben lennénk, ha mindenki így fogyaszthatna a húst, hogy tudom, hogy én neveltem, megfüstöltem, tudom, hogy mivel etettem, megeszem, tök jó. Tehát a nagy átlag azért az bemegy valahova, és megveszi. Nem? És az a bajom, Balázs, hogy valakinek mondom, hogy egyen paprikát, jaj, nem bírja az epém. Egyen hagymát, jaj, nem bírja az aranyát. De érdekes, a füstölt kolbászt az bírja. Hát ez
milyen nép vagyunk. Meg nem eszek babot, meg káposztát, meg jön az epém. Tehát oké, de akkor mi a helyzet a többivel? Igen. Hát majd Feri reggelenként oda készít a kis füstölt áru mellé egy jó nagy doboz aszkorbinsavat, azt mindenki kanalaszt bemény kicsit, érted? Én mindig hozok zöldséget is, a tessék. Tök jó, de hát miért adnak a rántott sajt mellé áfonya lekvárt? Ez se véletlen, hogy már azért jó íze van. Azt én sem értem, abszolút nem. Miért nem szilva lekvárt adnak? Az áfonya az egyetlen szint a gyümölcsök közül, amelyik a sajt emésztését, a rántott sajt emésztését. Lehet fokozni. Ebben azért egy olyan tudatos lobby is a WHO-tól? Ez csak egy teljesen naivan kérdezem, hogy azt mondja, azért a hús az baromi drága. 2050-re mondjuk etetnünk kell nekünk 8-9 milliárd embert. Jó lenne, ha kicsit megijesztenénk őket, kérdezem én teljesen ártatlanul, ha kicsit elvennénk a kedvüket a húsfogyasztástól, és ha azt akarjuk, hogy 2050-ben még azért legyen mit enni, akkor átszoktatjuk őket gyorsan a növénytermesztése, a növénytermelése, a zabra, a búzára, mert mégiscsak valahogy egy picit azért meg kell őket ijeszteni, ha mondjuk 2050-ben életben akarunk maradni. Én nem akarok mindig összeesküvés elméletekkel jönni. Mondjuk ez egy olyan összeesküvés elmélet, aminek azért van pozitív kicsengés, hogy mert azért valljuk be őszintén, 7 milliárd embert etetni húskészítményekből picit nehezebb feladat, mint mondjuk ugyanezeket az embereket etetni. Csak hogy előre a WHO egy ilyen, hogy hoppá gyerekek, kicsit ijesszük meg őket, hát ha kevesebb hús fogyasztotok, hát ha több zöldséget, nem tudom, mit esztek, és könnyebb lesz majd benneteket, mit tudom, 2050-ben etetni. Tehát ez túlmutat pusztán a tudományos részeken, abszolút. Én két irányt látok, az egyik a növényi táplálkozás erősítése, amit mondtál Balázs, abszolút. A másik pedig a baromfi, csirke, pulyka, hal fogyasztás erősítése világszerte. Ugye ez is a baromfi tenyésztő lobby, mondhatjuk így, erősödik, hogy a sertéshús helyébe, füstölt pácolt sertéshús helyébe inkább a halat, ugye a halról egyre többet beszélnek. Itt is felmerülnek kérdések, ugye a broiler csirkék, a gyors, ugye a testépítő csirkék, amelyek csak izomra íznak, és néhány hét alatt elérik a vágósúcs, stb. De van egy ilyen lobby tevékenység, tehát nyilván ez a cikk túlmutat saját körein is, és nyilván szerintem érezhetjük, hogy a WHO mögött is lehetnek olyan befolyások, amelyek erősítik, hogy a soványabb húsok, a zsírszegény táplálkozás, mert a füstölt húsban sok a só is. Ki adja, mi van mögötte, miért mondja, mi az érdek, milyen lobby, sajnos ennél ez már egy összetette, profitorientált a világ, mint hogy azt mondjuk, hogy ó, hát akkor most elhisszük, és úr, de jó. Ráadásul Magyarország is, nem akarok politizálni, Magyarország is támadható ezen keresztül. Tehát hazánk itt ott kihúzta a gyufát, ahogy látom az elmúlt években, és gyakorlatilag a sertés ágazat Magyarországon ugye élen jár, és egy ilyen cikkel ugye egy országban abszolút lehet ártani. És akkor gondolok, itt hogy a WHO-nál, srácok, és itt van ez a Biogabi, itt van ez a Morning Show, dűrögnek az előadása, hogy jön, megy az országba. Nem, én csak azt akarom mondani, hogyha valami olyat hall az ember, hogy nem biztos, hogy egészséges, amit te csinálsz, vagy nem biztos, hogy jó, vagy nem feltétlenül jó, vagy egyél egy kicsit kevesebbet, ezt nem kell mindig egyből személyes támadásnak, a sorsod, az életed ellenvert, nem tudom, háborúnak titulálni, és azt mondani, hogy már pedig én ezt teszem egészséges, aki mást mond, levágom a fejét, mert én eszem kolbászt. Tehát meg lehet hallgatni, lehet azt gondolni, hogy van benne igazság, lehet egy kicsit csökkenteni, vagy talán elgondolkozni rajta. Tehát én értem azt is, amit a Feri mond, és tök jó, hogy megvédés, meg is kell védeni, és 100-200 éves esztetük, és nincs ezzel baj, de ez nem a személyetek, az életviteletek, a habitusotok ellen való össznépi támadás és invázió, hogy le a kolbásszal 5 év múlva már nem fogtok enni, annyit tesztek, amennyit akartok. Tehát ez a ti dolgotok, csak beszéljünk róla, az ember tudja, aztán döntsön arról, hogy ugyanannyit teszik-e, kicsit kevesebbet, vagy egy picit változtat. Érted, Feri? Én mindent értek, csak itt még egyszer mondom. Baj, hogy te nem érted. Tehát, hogy az a probléma, hogy egy olyan jelentést, amiben ilyen szavak vannak, hogy vélhetőleg okoz rákot. Hát a szakmában mindig ezt használják. Hát nem mondhatja, hogy egyértelműen rá. Ja, hát baromi nehéz is bizonyítani. Tehát nem baromi nehéz bizonyítani. Tehát egy ilyennek ülünk föl, plusz Gábor, aki az értője a szakmájának, a 18%-ot így kajálta be. Holott nem, a 18% nem az. Nem ez erről szól. Feri, nincs igazad, mert ez a félhetőleg azért van benne, mert két különböző embernél nem ugyanaz a kockázati tényező működik, mert genetikailag nem egyformák. Az egyik ember élete végig dohányozhat, semmi nem történik, másik meg 20 évig cigizik, aztán tüdőrák. Soha nem fogjuk tudni bebizonyítani, hogy az E-számok miatt van egyébként ennyi rákos beteg, mert nem jön oda rák, és mondja azt, hogy én azért lettem beteg, mert a koktélhatás miatt annyi elzabáltál és annyi tartósítószer, hogy bizony megbetegedett a vastag, belem a vékony, belem a végbe, nem tudom. De mégis azt mondhatjuk, hogy vélhetőleg nem egészséges, ha olyan a termékeket teszel le a gyerek asztalára, ami tele van E-betűvel, tele van mesterséges színezékkel. Nem is mondta kétségbe senki, nem ezt mondjuk. Nem tudjuk kimondani soha, hogy egyértelműen.
Meg plusz az a mondat, hogy a cigi, meg a, akkor, meg a füstölt hús egy kategória, és akkor az most mindenki meg fog ugyanúgy halni. Szóval mindannyian meghalunk. Mindannyian meghalunk, gyerekek. Ilyet nem mondjunk már. Két dolog köt össze bennünket, ezt már a Dalai Láma is megmondta. Mindannyian boldogok akarunk lenni, és mindannyian meghalunk. Ez a két dolog, ami összeköti az emberiséget, minden másban különbözőek vagyunk. És a harmadik a Szulejmán nézése. És a csöcsök. És a csöcsök. Így van, mert vagy a csöcsöt, vagy akarsz csöcsöt. Bocsánat, kicsit visszatérnék a témához. Ne haragudjál, hogy parancsolj. Azért nem mindegy, hogy ki hogy élje az időskorát, valljuk meg. Ugye Karinti után szabadon nem az a gyilkos, aki az életet elveszi, hanem aki az életminőséget rontja. És a régi emberek jóvénységben, így írja az Ószövetség, jóvénységben az élettel betelve elaludtak. Valljuk meg, így meghalni azért irigylésre méltó. Van, aki pedig fájdalmak között hal meg mai világban, tehát más-más halál és halál között a különbség. Boldogan, nyugodtan, egészségben egyszer elaludni, hogy ezt kívánjuk magunknak hát is, és családunknak. És egészen más, 35 évesen cukorbetegként élni, és egy tudom én már lassan az ember megvakul, stb. Tehát más világ van. Szeretnék egy dolgot még hozzátenni, a cikk arról szól, hogy aki minden nap, jó, ez fontos, minden nap fogyaszt 50-100 g szalonna, félét, sonka, stb. Egyetek meg hozzá egy kiló paprikát. Egyébként tényleg. Oké, Gábor, szerintem elmondtuk, mindenki dönt belátása szerint. Legyenek mentes napok, így van, köszönöm. Kell erről beszélni, aztán mindenki tényleg úgy él, ahogy akar. Mit reggeliztél? Most húzott ki végleg a gyufát? Gyömbéres köleskása volt a reggel. Jaj, de finom! Egy kis mogyoróval, datójával, almával, egy kis birsalmát reszeltem rá. Most látom a hegesztő pisztolyra, esztergagép mellett. Aha, a csávok, igen. azok konkrétan meg akarnak minket ölni, és be akarják szántani a pénzvel. De itt a birsalma fontos volt, és azt ajánlom, hogy egy kis reszelt birsalmával meg lehet, ugye a pekti miatt. A pekti. Ja, a pekti, szeretlek, és még rá is teszel egy lapáttal, imádom, hogy ilyen bátor vagy. Gábor, csokoltatunk, két hét múlva folytatjuk. Köszönöm, rendben. Jó, borzoljuk a kedélyeket. Mindenki sziasztok. Nyugodjon le, mindenki azt teszik, amit akar, nem akarunk tőletek elvenni semmit. 3:49, ez pontosan 3 perc múlva jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 9 óra. Itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát itt még utóélete. Utóélete volt a beszélgetésnek. Gyerekek, el kell, hogy mondjam, hogy Ferit ritkán lehet kizökkenteni a butha állapotból, és talán az elmúlt 6-8 hónapban nem volt olyan téma, mint a mai. Mindent amikor tudok kizökkenteni. Nem volt az elmúlt pár hónapban egy olyan hír, egy olyan cikk, egy olyan könyv, egy olyan mozi, egy olyan közéleti dolog. De a kolbásszal Ferit kibillentettük. Gyerekek, én mindent tudok fölülről nézni, kívülről megrendítette. Ment a Gábor után, és azt hallottam a hírek alatt, hogy ide figyelj, Gábor, és még izézetek nézte a telefonját, olvasta, és a megkapta. Kicsi ember a nagy emberrel még itt kint vívott. Tehát egy, hát ez azért jó látni, hogy az elmúlt fél évben semmi nem tudott kizökkenteni, kiborítani, és ennyi értelmet kihozni belőle, mint a kolbász megtámadás. És látod, most mondtad jól ki. Tehát egy nemzetet támadnak meg ilyenkor. Én hát ez egy olyas dolog, és én abszolút megértelek, mert szinte, ahogy elolvastam egyébként ezt a hírt, abban a pillanatban az jutott eszembe, hogy úristen, ezek most itt megtámadnak, megtorpedóznak, meg akarnak gyilkolni mindent, amiben az én kollégám hit, az ő vastag, szalámi, cölöplábakon álló élete, ez most megrendült, mert jönnek ezek a szemetek. De te egyébként kívülről mondva, nagyon jól látni, tényleg. Mondva csinált indokokkal vágják át a magyar kolbász torkát. Fél éve nem húztad fel magad semmi, nem, mint a kóbászon. Nem értitek? Tehát, egyébként a te füstölt tofud is veszélyben van. Ott fogsz állni füstölt tofu nélkül. Ez már tényleg nem az a régi Feri. Egy két lábójáró kolbász vagy. Egy két lábójáró kolbász vagy. Egy két lábójáró kolbász vagy. De tényleg. Komolyan mondom, nem. Ritkán látlak. Nagyon ritkán látlak ilyennek. Pedig lehet, hogy azért történik más is a világban. Persze. Az ember azért érzelmesen reagálhat, de nincs más, mi fontosabb, mint a kolbász. Mint a magyar kolbász. Jó, Csabai, érted? Elképesztő. Rendesen megvagy. Ki az a Dózsa György? Ki az a budai nagyantal? Kapára, kaszára, magyarok! Hajrá! Mi tudjuk, vezetőket, hogy érted? Megtámadták a kóbászt! Ennyi. Megyünk előre, de a Parizerről mondja ugyanezt, ez nem érdekel.
De azt tudjuk, miből van. Hát egy az víz megszemételsz. Hajd a fenébe, gyújts rá, menjél ki, szívj egy cigit. Úgy se fogod megúszni. Érezte is ezt a bibliai dirit, gyerekek. Tényleg, ahogy mondta a huliget, hagyd az egészet a túrba, gyújts rá, érez ennyit neked. Hát ha nem a kóbászba hasz bele, abba hasz bele, hogy ennyire fődegesített magad, hogy megbántottak a kóbásszal. Elvettétek tőlem a tunyaságot, mert mozgásra kényszerítettek, hogy fussak meg izé. Elvettétek tőlem a cigarettát. Mi az Istent akartok még elvenni? A kóbászt. A kóbászokkal. De most tényleg. Nem akarjuk, de hát szenzációs, hogy tényleg semmivel még nem lehet téged ennyire kizökkenteni, mint azért én ezt nagyon szeretem. Pedig történik ez az a világban. Az ember azért úgy jön, megy, láthal dolgokat, de ha kóbászt támadják, akkor arra már Feri is bebetsz. Így van, így van. Akkor már Feri is. Nyugtasd meg magad, vágjál félbe egy disznósajtot, rakják közé egy fél zsömlét, azt tedd meg. Miért szennyezném be zsömlével? Miért szennyezném be zsömlével? Nincs ezzel, nincs ezzel baj, gyerekek. Nincs ezzel baj. Mindenki nyugodjon le. A csodába egyetek, igyatok, élvezzétek az életet. Ez a lényeg, nem? De. Mindenki úgy él, ahogy akar. Sok mindenről beszélünk ebben a műsorban, aztán mindenki úgyis majd saját maga dönt, hogy hogy akar élni az életét. Én szeretem a kolbászt, én is eszem kolbászt. Nincs vele baj. Az ember ezt meghallgatja. Persze, de majd ha a Gábort megtalálják majd egy Szabó Ervin könyvtár mögött, egy füstölt combbal agyonverve. Na hát akkor majd. De látod, akkor hát látni baj. Kell. A németeknél megtámadják a Volkswagent, a magyaroknál megtámadják a kolbászt. Látjátok? Világméretű összeesküvés. Mindenkinél azt bántják, amire érzékeny. Így van. Nálunk a kóbász, nálunk a fautó. Ki van-e mögött? Az amerikai. A népautó, nálunk meg a nép eredete. Nép kóbász. Hát mit akartok még? Mit akartok elvenni? Na mutatjuk a beugró hármasugrásra. Jó, próbáljátok kitalálni, hogy mi a mai feladvány. Ez a beugró hármasugráshoz. Figyelem. Jaj, de örültem az elsőnek, még ha ilyen rövid is volt. Hallgassátok az elsőt. De szeretem azt a dalt. Nagyon jó, de szeretem nagyon azt jó kis New Kids on the Block. Ha nem arra gondoltam. Mi van benne az? Na küldjétek, kettő darab előadó, kettő darab dalcím. Jó, SMS számunk 06-70-645-00-00. És kettőnk helyet is mondom. Így van, annyi vitalitás van benne. Jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Reméljük, sok helyen süt a nap, és sok helyen van olyan szép idő, mint Budapesten, szikrázó napsütés, és remek kommentek egyébként is, képek a Facebook oldalunkon. A kolbász vitában. Bio Gabi rovata alá, hát hihetetlen, sok vicces hozzászólást kapunk. Jánosnak ez megint egy százacska lesz majd. Hát, úgyhogy... Dolog van, tudod. Van apród, srác, adja a kölcsön, nem? Tessék? Most van. Köhögjük a gubát. Jaj, pici gubát köhögjünk bele, jó? Nem gond, semmi baj. Én is el vagyok maradva egy százassal. El vagyok maradva egy százassal, de adom én is. Adom. Én merakok most egy ezrest, és akkor jó vagyok még 9 jaj gyerekekre, jó? Jó. Nem akarom mindig azt ígyetek, hogy mindenki dob, csak én nem, ott az ezres, okay, bele, jó, aztán húzogassátok. Beledobom, alkoholos filccel ráírom az oldalára malacnak. Rendben van, csak... Húzzuk a strigulát, mert nem szeretném majd egy év múlva is azt hallgatni, hogy én bedobtam egy. Nem, húzzá, azt mondom, hogy húzzátok. Okay. Jó, csak te is azért köhögd a gubát, kicsit. Természetesen. Százacskát azért pastincsál oda. Vendégem is lehet, hogy százasat telik az most már egyébként 200, csak mondom, mert reggel is késtem. Azért, akkor kimentem kávéért, akkor se dobtam be, most se. Na, ez így fog folytatódni még hónapok. Nem, most nincs aprom, de természetesen 200. Köhögjél szépen. Írjátok fel, megjegyeztétek? Jó, oké, másfél millió tanulom rá. Köhögjél, nekem 9 plusz, neked 2 mínusz, amiben vagyunk. Na milyen kóbász, megnyugodtál? Minden nem is voltam ideges. De kifejezetten az voltál. Teljesen nem voltam ideges. A tények eltitkolása véget emeltem fel a hangomat kicsikét. Döbbenet. Nem lepődnék meg egyébként, téged egyszer felbontanának, és belül lenne egy partvistrút benned keresztbe, és nem lenne más benned, csak 30 ilyen füstölt sonkák, szalonnák, gyönyörű szüzek füstölve, ilyesmi. Én egyébként... Te belül is már füstölöd ezeket a kolbászokat. Tök, hogy mindannyiunknak vannak ilyen víziói, amikor hallgatjuk a beszélgetést, meg látjuk a különböző történéseket. Én azt láttam magam előtt, hogy ilyen kisebb falusi
gazdaságokban, ahol ki van rakva a szokorrádió így az olnak az oldalára, a gazda is támaszkodik, meg fönn támaszkodnak a két csülkükkel, a malacok is, és hallgatják, hogy vajon ki fog győzni, vajon ki fog jobban kijönni ebből a vitából. És mind a ketten másnak örülnek. A gazda is, és a malac is. De mondom, engem ebben a történetben nem ez döbben meg. Hanem, hogy tényleg nem láttalak. Hogy ilyen érzelmeket hogy, nem, semmi, se, mondom, nem volt egy olyan témánk, hírünk, nagy dolog, amire bejöttem, és azt mondja, gyerekek, eldurran az agyam, ideges vagyok, beszélni akarok lóra, mert elegem van. Tehát, mondod, itt vagy, reagál. Mert nem voltak nagy dolgok a világban eddig. És na a most... legnagyobb érzelmi amplitúdod az igen. Elmúlt fél évből ez így a téma váltja ki belőled. Az ebben lehet. Számomra ez az igazán meg. Mindent lehet nyugodtan kezelni, érted? De kicsit távol vagy tőle, rálátsz a dolgokra, megnézed, az teljesen oké. Na de ez. Hát, na de ez. M5-37-estől a 40-esig áll a forgalom Pest felé, sűn. Apó küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán... Igen, a 40-es kavistól csak arra szól. Egyelőre az okát nem látjuk, többen is elküldtétek nekünk. Ha valaki látja, tudja, hogy miért áll az M5-ös a 40-es kilométernél, akkor küldjetek. Küldjetek el nekünk, jó? Segítsünk egy kicsit azoknak, akik úton vannak. Azt nézem, hogy Püspökladánynál a 4-es úton Debrecen felé van egy trafink, az M3-as 33-as kilométerénél torlódik a forgalom, kamion a szélső sávban, rendőr autó mögötte, ezt G küldte nekünk. Lévényi lehajtó előtt a hídon van a trafi az M1-esnél, Tomi üzente nekünk, valamint a Dabasi lehajtónál szintén az M5-ösön Szeged felé trafi van, úgyhogy ott is vigyázzatok. Csak úgy, mint az M3-ason, a 106-os kilométernél Miskolc felé, ezt Haspi küldte nekünk, valamint Zalaegerszegről Szombathely felé tartva a Kámi leágazásnál három kamion ütközött, a Szombathelyről érkezőket Vasvár felé terelik, a műszaki mentés még tart, ezt Cage küldte nekünk, ez a 86-os úton van egyébként. Szóval, ami fontos, egy pici segítség, jó a kérdés az, hogy mi a helyzet az M5-ösön a 37-estől a 40-es kilométerig Pest felé, mi történt? Sokan kérdezitek, de senki nem küldte még el. Semki nem küldte még el az okát. Nem tudom, észrevetétek-e, hogy a Király Norbinak milyen csókos lett a szája. Hát apám, miért? Nem hogy akarom elhívni. Nem figyeltek. Hallod, ezt nem. Tehát, hogyha eddig nem figyelted, akkor egy picit megértünk egyrészt, másrészt pedig hajcsodát te is. Kérlek, szépen nem érezte jól magát Király Norbi a bőrében, ezt ugye már régóta tudjuk, mert elkezdődött mindenféle átalakulás az ő életében, a hajban, a fogát megcsináltatta meg ilyenek, és most pedig a következőt bátorkodta meglépni ez a fiatal ember, besétált egy klinikára, és hát feltöltette az ajkait. Ne! Feltöltette! Ne! Hallod, de ne! Hialuron savat töltöttek az ajkába, itt van a tűről a kép és a feltöltésről. Van előtte és utána kép, mutatom neked, de lásd te is csodát, ő az. De miért kellett? Nem elégedett, nem volt elégedett a szájával, nem volt elég csókos, vagy nem volt elég kacsa, vagy én nem tudom. De ő most megcsinálta, ő egy bátor döntést hozott, és most így szerintem sokkal elégedettebben fogja élni az életét, hogy feltöltette a zajkát, és ezzel egy picit belépett abba a sorban. Hát ez egy komoly képzavar azért, ha egy pasi a száját tölteti, nem mert féljelez. Ráncos vagy, kicsit felvaratod, vagy táskás a szemed, és akkor kicsit ott eltüntetik, akár rendben is van, de hogy a szádat feltöltetett pasiként. És nem lehet egyébként nagyon hosszadalmas a műtét, mert még a baseball sapkát se vett el a kedvéért. Az külön megérdemel egy misét, hogy ez most hogy? Hát biztos hordoz valamit. Srác, 5 percen van. Tudko se veszi le a baseball sapkát. Mert nem kell még segbeültetésre is. Mindig alvásos. A fülét akarja még megcsináltatni állítólag, a cikk szerint, mert hogy még az zavarja. Aztán nyilván az a baj ezzel, hogy ilyenkor mindig szokott jönni egy következő. Ugye? Az ilyen testképzavarnál. Lehet. Ha elindulsz az úton állítólag, akkor nincs megállás. Bizony, lehet, hogy a vége tényleg egy Geronádzó Norbert. De jobb lett, vagy nem lett jobb? Hogy látjátok? Nehéz ezt egy pasi szájáról megmondani, hogy jobb lett, vagy nem. Egy nőnél azért ez könnyebb eldönteni, mit mondjunk, igen. Hát én megharapnám. Tehát, hogyha arra gondolom. Lehet, hogy a barátnője szólt, hogy smirgli a szája, hogy csókol, ja, és egy kicsit legyen puhább. Benyom egy kicsit feszesen. Hát fura. Az. Én kedvelem a Norbi, de ez elég fura. Na, nem tudom, olvastátok-e hírt, és kell-e tortát küldenünk, de lehet, hogy illene, ugyanis tegnap nagykorú lett a Fókusz, gyerekek. Nagykorú lett a Fókusz, 18 éve! Azt 18 éve indult útjára ez a magazin műsor. Nagykorú, most már ehet, ihat, önállóan mehet egyébként kiváló. Szórakozni, felelni kell a tetteiért, és bármit látunk a Fókuszban, most már vállalni kell a következményét ennek a műsornak, hogy hát akár le is tölthetjük. Hát akkor... szabadságvesztést, elítélhetik, nagykorú lett, vigyázni kell. Sorrendben válaszol a kérdésedre.
Igen, olvastuk, kettő nem küldünk. Ők küldtek nekünk valaha tortát, amikor nekünk szeretnénk. Miért volt? Öt évesünk volt. Hát azért volt. Öt évesek lettünk, igen, de 18 éves lett, és arra gondoltunk, hogy felhívjuk a mi drága Gönci Gáborunkat, hogy meséljen nekünk egy kicsit a kezdeti időkről, hiszen hát akkor indult nagyjából tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás, kicsivel később a Fókusz, ugye, és ő az, aki egyébként hát az újszülöttet már az első útján, a születésén is elkísérte, ott volt, és 18 éve. Nagy idő. 18 éve áll ott Gábor konferál, és hát nézi az egész ország. Gyerekek, hát az 18 éve. Holló Márta. Emlékeztek? Hogy nem emlékeznék rá. Aztán van az a fiú, aki most a vezérigazgató lett nálad. Vezérigazgató helyett. Na, tényleg? Igen. Kolosi Péter ugye a ő is benne volt. Kolosi volt benne, hát, és benne volt. Láttam igen. Őket. A Holló Márta. A Gönci először riporter volt, a Kolosi volt a műsorvezető, aki ugye konferált. Mikor, mire volt szükség? Marsi Anikó. Két fiú, két lány volt. És a Kolosi volt. Batiz. Tényleg. Batiz András, így van. Indultak el. Ők voltak a műsorvezetők, és a Gönci először ugye riporter volt, és utána lett műsorvezető. Na, megkérdezzük Gábort, hogy mire emlékszik. Jó reggelt kívánunk, hello Gábor! Hello. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Bevetted a kavintont? 18 év, hát azért az egy komoly idő. Hát igen, és ugye azt kell elképzelni, hogy ilyen 20-21-22 éves gyerekek voltunk, amikor ez a műsor elindult, és igazából nem kell kavintom, mert ez mindannyiunk számára annyira izgalmas volt a kezdet, hogy tulajdonképpen minden percére emlékszünk. Tehát ugye már jóval a műsor kezdete előtt elkezdtük mi a forgatásokat, hogy amikor elkezdődik maga a műsor, tehát amikor először beköszön a műsorvezető, és ez tényleg 97. október 28-án egy keddesti napon történt. Hát arra is emlékszel, hogy kedd volt? Atyaisten. Hát figyeljetek, ez azért az életünk meghatározó pillanata volt. Ugye izgultunk, amiatt nem sokkal korábban indult el maga az RTL Kluba, egyáltalán kereskedelmi tévézés Magyarországon. Tehát egy tévés számára, ugye, ráadásul és mi ugye kezdő fiatalok voltunk, tehát ez egy borzasztóan izgalmas év volt. Ennél izgalmasabb évben nem is kezdhettük volna magát a televízió. Mi volt az első anyag, amit forgattál, arra emlékszel? Igen, és még ez jóval a műsor indulása előtt volt, elküldött a Péter egyébként, Kolosi Péter, Székesfehérvárra, olvasott újságban egy cikket, hogy egy ilyen elhagyatott kórházépületbe beköltöztek ilyen illegális lakásfoglalók, és azt mondta, hogy Gábor, ez jó sztori lesz, és elmentünk, és a mai napig még arra is emlékszem, hogy mennyire fáztam, én nagyon-nagyon hideg volt, ilyen csontig hatalók hideg, és elküldtek egy ilyen, de nagyon izgalmas volt. És csak botorkáltál egy fejlámpával, egy kamerával, egy... Ha-hó, illegális ura! Merre vannak, interjút készítek! És hát ugye mondtam, hogy én vagyok a Fókusz, és hát akkor az emberek nem tudták, mi az a Fókusz, tehát nem tudtam még nagyon azt sem, hogy mi az, hogy RTL Klub, és csak azt tudtuk, hogy valami izgalmas dolog elkezdődik, és akkor mire elindult az adás, addigra nagyon sok anyagot leforgattunk, nagyon sok riportot, és emlékszem, hogy a Péter egy ilyen szekrénybe gyűjtötte ezeket a riportokat, és azt mondta, hogy gyerekek, hogyha elindul a műsor, akkor ezek a kazetták olyan gyorsan el fognak fogyni, hogy ezt öröm lesz nézni meg, hogy észre se fogjuk venni. És való igaz, így volt, egyszer csak elindult, és hát ez azóta is tart, és 18 éve folyamatosan minden este ott vagyunk. Igen, na az abszolút így van. Mikor került a képernyőre? Évekkel később látták meg benned a felvillanó tehetséget, vagy kidőlt a Batiz, és azt mondták, hogy Gabikám, ugorjál be egy pillanatra, és aztán valahogy... Felvillanó, az örök mécses. És aztán valahogy ott ragadtál. Igen, ez is olyan érdekes, hogy az András neve máig ugye nagyon erősen él az emberek emlékezetében, ami nem is véletlen, hiszen hát úttörő volt maga a műsor a maga nevében, de én 6 év után kerültem képernyőre, és 8 év után lettem aztán a Fókusznak, tehát először csak a hétvégi műsornak, aztán pedig a hétköznapi adásnak a műsorvezetője, és hát most már ennek is 12 éve, tehát ez nagyon durva. De ahogy a Batiz konferált, hogy nem tudott senki fölkonferálni, tehát a Batiz úgy konferált, hogy egy vidám anyagot, hogy az ütő megállt benne mindig. Tehát én konkrétan sokszor fenyegetésnek éltetnek, hogy egyébként elefántak születtek az indonéziai, nem tudom, milyen állatkertben. Most a Batiz úgy tudta felkonferálni, hogy azt hitted, hogy bejelenti most, hogy megszakítjuk a adásunkat. Egyfajta iskolát teremtett, ugye? Nem akart senkire se hasonlítani. Merev volt az arcberendezkedése is egyébként. Tehát nekem mindig, amikor ránéztem, így a képen,
kérni, akkor mindig az jut az eszembe, hogy úgy néz ki, mint egy bölcsészdiplomás Ken. Hát az András egy komoly fiú. Nyilván, amikor én megérkeztem ebbe a dologba, én hoztam a saját egyéniségemet, ami nem rosszabb vagy jobb volt, hanem valami egészen más. Hoztam azt a fajta életfelfogást, amit én képviselek, és hát bízom benne, hogy ez szeretik. Te sokkal cukibb vagy, mint ő. Adásszünetre nagybakikra emlékszel, amikor integettek neked a kamera másik oldalá, hogy beszélj még, nem indul a sugó, nincs kész a bejátszó. Márka még a klotyóban, ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert a mai napig sokan rácsodálkoznak, hogy ez egy élő műsor. Tehát amikor a műsorvezető ott azt mondta, hogy jó estét kívánok, akkor tényleg az ott és akkor történik. És nagyon kevesek hiszik el nekünk, hogy sok riport az adás alatt készül el. Tehát amikor a műsorvezető elindítja az adást, most ugye 17:25-kor. Azért 18 év gyerekek. Azért a fene vigyál, azért a 18 év csak 18 év. De hogy akkor még az adásnak a fele, az készül két emelettel följebb a vágószobákban, és hát volt sok olyan, amikor a műsorvezető fülére mondják, vagy az én fülemre, vagy amikor én vagyok a szerkesztő, én az Évi fülére mondom, hogy te figyelj Évi, még kéne egy 20 másodpercet beszélni, egyszerűen nem ért le az anyag. Tehát itt azért van egy nagyon komoly szerver háttere ennek a történetnek, fönt valaki nyom egy gombot, hogy start, ugye anyagok betöltődnek, letöltődnek, lejönnek, és akkor látjuk, hogy már 20% lent van, akkor még nem indítjuk azért el. De ha már 30, akkor már bevállaljuk. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog. A felelős szerkesztők élete az igazából nem egy nyugdíjas állás. És meg rásúgjátok az Évének a fülére, hogy figyelj Évi, még kell egy kis idő, sírd el magadat az anyag végén. Hát egyébként meg ilyenre is van példa, mert sok esetben, amikor nem készül el az anyag, csak tényleg adásra, és amikor adásba kerül, akkor a műsorvezető ott és akkor látja ezt először. Persze elolvasta a szövegét, ugye menet közben, vagy mit tudom én, egy órával ezelőtt, de magát az anyag, tehát mondjuk a riportalany fájdalmával adott esetben, vagy örömével, ott és akkor szembesül. És hát bizony ebben a műfajban egyébként megengedett, ez egy szabadfogású birkózás, hogy úgy mondjam, tehát minden megengedett, lehet együtt örülni a riportalanyunkkal, és lehet együtt rendülni az ő fájdalmával. De jól emlékszem, hogy régen ilyen brutál szociodrámák voltak mindig, és akkor ebből mentetek át a bulvár műsorba inkább? Tehát, hogy az elején azért ilyen nagyon nehéz, szomorú, nagy anyagok készültek, ugye kicsit ilyen volt a fókusz, és akkor évek alatt lett, nem? Egyfajta ilyen magazinműsor, vagy bulvár műsor. Hát ugye a fókusz az mindig is megújulni képes volt, én azt gondolom. Tehát az elején ugye nagyon sok olyan témával foglalkoztunk, amivel korábban semmelyik tévéműsor sem. Tehát olyan társadalmi problémákkal, olyan kirekesztettségekkel, olyan a szegénység különböző dimenzióival, hogy egyszerűen nem foglalkozott velük korábban tévéműsor. És nekünk egyetlen egy szempontunk volt, hogy kinyissuk a nézők szemét, hogy igen, lám, van ilyen, van a szegénységnek egy ilyen dimenziója. Meg hát kifoglalkozott van a Balázs Showban történő botrányok. Így van, csak aztán, hogy elindult a Mónika, igen. És itt trónfosztottak lettetek. És természetesen ebben benne van az is, hogy nyilván az érdekességek, azok mindig foglalkozták az embereket, azokra kapják fel az Na, emberek. Őszintén baj volt olyan, hogy hallottál egy hírt valahol, hogy a nem tudom milyen ománi sejk vagy szultán most adja majd át magának az aranyozott, brutál aranygyémánt jaktját, és azt mondta, hogy gyerekek, el kell mennem forgatni. Ott kell lennem. Pont ott kell lennem, és el ez kell lennem. Ez érdekli a magyarokat? Konkrétan hány ilyen helyre jutottál el, amire azt mondtad, hogy na jó, ide el kell mennem. Igen. Hát, hogyha az ománi sejkségben nem is, de például hát Dubajban így jutottam el annak idején, vagy Brazíliában, Rio de Janeiroban, nem sokkal az indulás után úgy jutottam el, hogy olvastam egy nagyon érdekes cikket egy színésznőről, aki Magyarországról ment ki Brazíliába, és egy híres helyi Lenke néni lett, és bementem az akkori főszerkesztőhöz, Kolosi Péterhez, és mondtam neki, hogy Péter, szerintem ez ilyen híres. És hova kell menned? Kiskunfélegyháza, Bugyitaks, Rio de Janeiro. Ott van. Mennék ki bárhova, ballam az Újvárosba. Tehát azért büszkén mondhatom, hogy most már így 18 év elteltével nem tudnánk olyan helyet mondani a világ, talán Madagaszkáron meg Antarktiszon nem voltunk. És megtaláltad a Rio de Janeiro-i Lenke nénit? Meg lett végül? Megtaláltam.
találtam. Azt nem, de jót nyaraltam. Vagy három napig feküdtél önkívületi állapotban a Copacabánán, és hívtad Pétert, hogy nincs anyag, nincs anyag. Valami ki kell találtam, de utána három napig feküdtem a Copacabánán. Természetesen így volt. Szóval, hogy ma már nem tudnánk olyan helyet mondani a világban, ahol a fókusz ne járt volna, és a riport, most, hogy ezeket a szavakat mondom, most is két riporterünk a világ különböző pontjain, az egyik riporterünk most éppen Portugáliába indult el, reggel láttam, hogy már elindult, a másik éppen készül ki Ázsiába, tehát a másik szegletre, és ezekben a pillanatokban is vágunk két-három anyagot, és a szerkesztőségünk belül 25 ember, és azon gondolkozik, hogy mi legyen az esti adásban, tehát, hogy pont ez az érdekessége, hogy azt gondolom, hogy mi, amit csinálunk, ez a pillanat művészete, de alapvetően arról szól, hogy szeretjük, amit csinálunk. Micsoda küldetés tudat. A pillanat művészete, így hívjátok igen. magatokat, ti ott a Fókusz szerkezőségében? Hát figyelj, na majd megyek arra. Ez hasonlít a na majd meglátogatok benneteket egyszerűen. A pillanat ugye, művészete. Ugye, hogy amit kimondtok, az elmúlik. Tehát, hogy egyszer csak kimondtok valamit is a reggeli adásban, ami hétkor volt, az már elmúlt, és akkor holnap kell építeni egy új műsort. És strigulázzátok, hogy esetleg, hogy Balázs hányszor mondott nemet nektek magánéleti anyagokra? Egy hetente. De nagyon kitartóak a riportereitek, azt kell, hogy mondjam. Tehát tényleg, dicsérd meg őket, hogy nem adják föl. Van, aki 8 éve bízik abban, hogy egyszer egy párkapcsolati vagy magánéleti anyagot. Én kicsit... Szia Balázs, ne arra, hogy ma már háromszor itt a létsz, én szívesen annyira átlak. Szervusz Balázs, nem én telefonáltam az előbb. Nagyon kitartó. Igen, hiszünk benne, hogy mindenkit megtörünk előbb-utóbb. Kisebb nyomásra. A nappaliban Balázs, és együtt de egyszer, abszolút, hát egyszer ez is megtörtént. Na jól van, igen. Csókoltatunk benneteket, hát gratulálunk mindenkinek, adjátok át ott a szerkesztőségben, jó? A régi arcoknak, az újaknak is, mindenkinek. Mikor is? 17? Köszi Gábor, csávó, vigyázz magadra, hello. 18 éve tolja. Kemény. Azért ez kemény. Mit csinál a Holló Márta most? Mosogat, nem tudom. Nem. Most reggel még nem mosogat. Nem tudom. Tényleg. Hogy most mit csinál? Mivel foglalkozik? Azt tudom, hogy van két gyereke, azt hiszem, körülbelül. Nem tudom. Dubáj osztál, Gábor, megyünk ellenőrizni, írtan a Márit. Hármasugrás, játszunk már, és itt van egy hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azért azt képzeld magad el, hogy az egyik seik bemutat a medencébe. Azt ott, azt a kis kaján mosolyút, azt hozzátok ki nekem. De én a fókusz... Nem baj! Vedd közmesztel erre, és kapd el a golflabdákat, amiket üdögetünk neked a kertben. De én csak nem baj. Privát show. Ellenkezel, úgy még jobban szeretjük. Halló, jó reggel! Jó reggelt kívánok, szervusztok, Tibor vagyok, szia Balázs, Jani, Feri. Szia, hello. Mennyire udvarias ember? Nagyon komplet kis bemutatkozás. Ez az egyik gyengém. És vannak még más hibáid is az udvariasságon kívül, igen. Tibikém, honnan hívtál minket? Kérlek szépen, Eger felé tartok, és éppen félreálltam itt a szőlőknél. Na, az jó. És mit csinálsz arra felé? Kiáltán menedzser vagyok, lehet így mondani, egy nagyobb cégnél. Annyira tudtam egyébként, hogy a kommunikáció az része lehet a munkádnak, mert annyira árulkod, ahogy beszélsz. Ez mit jelent tulajdonképpen a hétköznapi életben? Hát én nagy áruházláncokat látogatok, felügyelek, és próbálok rendet teremteni. Aha, értem. Tehát nagyon, nagyon izgalmas, nagyon jó dolog. Kiekant menedzser. Pontosan. Hát ez van egy magyar neve ennek tulajdonképpen, amikor hát, ugye menni ellenőrzöd, hogy rendben van-e, fölpakolták. Revizor, de az sem magyar. Nem, milyen területi képviselő ezt? Területi, hát annál egy picit több, de lehet így. De tudod, így sokkal jobban hangzik, hogyha ezt mondod. Hallottam, hogy a key account manager. És mit csinálsz egyébként? Területi képviselő. Egy picit időt kérem, kiguglizom. Nincs ez a baj, fontos munka ez persze. Jól van, oké Tibi, milyenek a kérdések, Jani? Hát neki. Igen? Hát vicces. Na figyelj. Így szól az első kérdés. Melyik zenekar egyik dalában hangzik el, hogy van egy kék tó a fák alatt, ha beleteszem, lehűti a lábamat? Ez a kis tehén. Az bizony. Hogy van? Ügyes. Ez a kis tehén zenekar, így van. Menjünk tovább? Természetesen.
Baseball sapkáért Ficol a második kérdés. Ki az a sportoló, aki a legtöbb aranyérmet szerezte egy olimpián? Ki az a sportoló? Akkor ez akár lehet egy úszó is, és netán amerikai? Aha, de mondhatod, mert lejár az időnk. Például Michael Phelps. Így van! Pontosan így. Na, betyárját. Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Én úgy gondolom, hogy ugorjunk neki, mert hát lesz valami belőle. Jól van, így szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik olaszul a félbehajtva sütött töltött pizzát? Calzone, Ki volt az, aki ott hátul bemondta? Ki a másik key account manager? Batyuka nagyon jó, mert valóban egy van Calzone, így hívják. Megvan az ajándékcsomag, gratulálunk! Azt a kutya úristenit, köszönöm szépen, és Ferinek teljes kitartással, tehát a kolbászt nem lehet elvenni. Nem is. Rossz kommunikáció, vagy sem. Látod ilyen. Még egy key account is mellettem, hát ki lehet elvenni. És még a játékosunk is. Abszolút. Köszi a játékot, szevasztok, jó munkát nektek, ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Kőszegen olyan kárconét ettem a hétvégén. Az tök jó. 9:50 pontosan 4 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz pontosan 3 perc. Ma szép reggelt kívánunk mindenkinek. M7-es 145-146-os kilométerek között a javítósáv végén Nagykanizsa felé korlát mellett földre állított trafipax, elfúgó autó elbújva. Zümi küldte nekünk. Az mi? Leállósáv? Javítósáv? Kihajtósáv, csak kigajtósáv, így írt, aztán megpróbáltam gyorsan helyre tenni. M1-es 1-es három felé az 51-es kilométernél a belső sávban két autókoc, rendőr nincs, dugó lesz, ezt Petya küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Hát, onnan még nem írta meg nekem. Nem erre számítottál, ahogy érzem. Nem írta még meg azon? Nem írtad meg? Nem küldted el? Ebbe jön elmondja. Gyere be, mondd el élőbe, Anna. Na, nem gyere. Küldted el. Már ő se tudja. Nem baj. Gyere, eljött a nagy pillanatod megint. Mit vágtál, Anna? Több témánk is volt egyébként. Ugye beszélgettünk a pilotajátékokról. Akár. Akár? Arról akár is esetleg igen. Erről is beszéltünk. Igen. Volna. Beszéltünk ugye a WHO-nak a felméréséről, akár erről is. Akár, igen. Bocs, Feri, hogy megint felszakítottam a sebet. Kezdett lenyúlni, ne csinálj, megint 11-kor még itt fog örjöngeni. A szíved műbél húzatát. Na. Ugye korra reggel 7 óra után arra kértük a drága hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy őket hogy próbálták meg átvágni, leszedni pénzzel nagyobb hozam reményében. Mert ugye, hát Kunmediátor Marcsika után most van egy másik egészen elképesztő ügy, az ügyfelei őt csak Círmosnak hívták. És megemészthetetlen. Sok-sok 100 millió forintot csalt ő ki irodában úgy, hogy egy papírfesznyit adott cserébe, biztosítási ügynöknek álcázta magát, és egyébként diplomás, jól szituált, felsőfokú végzettségű emberek mentek oda, és adtak neki pénzt egy táskában, adták el a lakásukat, a házukat, és vonultak albérletbe, hogy Círmosnak odaadják a pénzt nagyobb hozam reményében. Círmos, amikor egyébként nem tudott fizetni az egészet, egy vádog emberre kente, és azt mondta, hogy a biztosító belül nem mondhatja meg, hogy ki, a maffia rátette az ügyfelek pénzére a kezét, és a vádog ember sok mindent elvitt. Tényleg megdöbbentő a történet, a szerződését, amit az ember ilyenkor aláírt. És hát erről az ügyről beszélgettünk, hogy ki az, aki még ezt tényleg elhiszi, és odavisz egy reklámszatyorban pénzt, hogy itt van, adjál vissza havonta nekem ennyit vagy annyit. Arról beszélgettünk, hogy tényleg mennyire óvatosnak kell lenni, és hát hallgatóink is hozzászóltak a témához, mint egy tulajdonképpen bevállalva, hogy igen, ha az ember mohó egy kicsit, vagy butácska, vagy naív, akkor néha felül ezen dolgoknak, és a nagyobb hozam reményében ad pénzt, hogy hát ha még többet tud keresni, sajnos... Ritkán jön be. Ritkán, csak hát az a szomorú benne, hogy gyakorlatilag már 15-20 év az ember folyamatosan hallja ezeket, szinte évről évre. Megdöbbentő tényleg, hogy valaki hisz még az ilyen típusú embereknek. És ugye hát Feri legnagyobb örömére beszéltünk a WHO jelentéséről is, ami ugye elég nagy port kavart a héten, miszerint vörös húsok túlzott fogyasztása nem egészséges, sőt rákkeltő is lehet, a füstölt árú kolbász,
Kimegyek, én ezt nem hallgatom. Szóval igen, elmondták, hogy fogyasszunk kevesebbet, ami drága. Gabink pedig beszélt erről a kutatásról. Biogabi. A WHO kijelentéséről egy picit, és hát nagy összetűzésre került sor itt a stúdió. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc van pontosan 10 óra. Hát ez most a best of volt, vagyis a nap legjobb pillanatai, ez egy erősen zanzásított változat azért. Többen kérdezitek, hogy hol lehet meghallgatni. Morningshow.hu, nyugodtan hallgassátok vissza a beszélgetést, adás után felkerülnek az anyagok, és akkor meg tudjátok hallgatni, hogy Gábor mit mondott. Jó? Vagy hogy miről szólt ez a vita? Nagyon rezignált, én úgy érzem, hogy így a vitán belül a két vitásfél közül tűnt nekem most így a kiegyensúlyozott a vitásfél. Jó, hát tudod, hogy a kolbászról van szó, Feri, ki jön a sodrából. Hát kevés dolog van, amivel föl lehet idegesíteni. Meg a szakmaiatlanság az kolbásszal kapcsolatosan, hogy Gábor, hát hagyjuk már. Érted, hát kinyílik a zsigerőlök és mindig a felszerében. Én sem beszélek zabról. Ez igaz, na? Ennyi. Na most beszéljen ő az abról, hagyja békén a kolbászt. Itt van Roli velünk a vonalban. Roli, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel, hát zabos leszek, ha nem ehetek több kolbászt. Ugye, hogy ugye? Ó, Roli, te véletlen vagy, te késő este. Direkt nem reggel. Mi újság, merre vagy? Nem sokára Lellére érek, mert hogy ma is van nálam 5 darab 20.000 forintos MOL Blue üzemanyagkártya, és ugye két feltétel van, egyrészt a klasszetemnek kell szólni az autóban, az aktuális benzinkúton, aztán pedig tudni kell ezt a szlókot, ami úgy hangzik, hogy hát csak slágerek, klasszetem a rádió. És hát meg kell, hogy találjanak téged, ugye, a MOL kutakon? Így, igen. Viszonylag nehéz megtalálni ezt a nagy autót, sárga, és rá van írva, hogy Klassz FM, és nem kicsi, és én is benne ülök. Én meg egy jóképű pasas vagyok, te vagytok. Hello. Ennyi, tulajdonképpen ennyi. Mondtad, hogy pontosan, hogy hol, merre? Tehát, hogy szűkítsünk még Lelle. Egy kicsit? Igen, mondtad, hogy nem sokára Lellére érek. Lelle. Végig, igen. Aztán pedig Nagykon is a következik, nem közben lesz még egy keresztúl, befelé pedig Keszthely, és a legvégén pedig Siófok. Ezen a vonalon mozgok, hogy melyik benzinkúton, azt nem árulom el, keresselek. Nagyon, nagyon jó. Jól van, keresnek téged. Rolikám, vigyázz magadra, köszönjük. Köszönöm. Ciao, hello. Hello. Na. És ezek szerint Csabi még mindig Szabin. Egész héten, persze. Gyerekekkel otthon focizgat. Persze. Éli a világát. Egész héten. Így van. Na, hívjuk a naphallgatóját. Nem akartam. Nincs. Hát ha nincs, jól van. Oké. Okay. Mindent elmondtunk? Mindent elmondtunk. Nem vette föl, meg volt. 200. Jaj, 200. Ízlalt csak a malacot. Benne is van a malacban. Hello, Gábor, ciao. Jó reggelt. Mire van a 200 forint? A legkésőbb megszólalást állandóan azért. Ja, értem. Egyébként a napokban voltam a Bárdos Andrásnál vendég, és pont a húsevés, nem húsevésről beszélgettünk, és ott a hús tröszt, vagy nem tudom pontosan minek hívják. Ne húzz ki a gyufát. Nem húzom. Húskártel. Húskártelnek az egyik elnökével vagy vezérével engedtek össze, és ugye engem, mint vegetáriánust, és kérdezték, hogy nekem kisebb az esélyem erre, arra, és mondom, én nem tudom, én nem ezért nem eszem húst, mert hogy veszélyes vagy nem tudom, hanem egyszerűen csak nem szeretem. De nálad ez ennyire kihúzza a gyufát? Ez a téma. Épp kezdett megnyugodni. Nincs még egy téma a világon, ami Ferit ennyire kizökkenti az egyensúlyából, mint a kóbász. Hát most nincs elég baja. Hát, ez normális, hogy ez az ember most megy ki a forgalomba. Évek óta nem volt ennyire ideges, mint most, hogy megtámadták a kóbászt. Jaj, de kár. Akkor jöhettem volna másik témával is. Nagyon jó. Szóval én is azt gondolom, hogy egyáltalán nem veszélyes. Aki akarja, egyen, aki nem akarja, ne egyen. Nem? Ülj előre. Azaz, hello, sziasztok. Mindenki úgy él, ahogy akar. 2 perc a 10 óra, Gabi jön a kívánság műsora. Jó, 555-55-00 a telefonszáma, szeretnétek tőled alt kérni, tegyétek meg. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.